Eredetileg én nem is akartam előadást tartani, mert gondoltam, hogy klub, akkor beszélgetünk, de lehet, hogy mégis jobb, hogyha van valami alap, amiből ki tudunk indulni. És annak meg külön örülök, hogy erre a témára kértek meg, mert általában én vagyok ez a vészmadár, károgó, aki a legrosszabb reklámja a gyógynövényeknek, mert ha laikus körben tartok előadást, akkor általában mindig rosszakat mondok. Nyilván, amikor az ember szakmai konferencián az eredményeiről beszél, akkor nem. De amikor a gyógynövények szóba kerülnek a magyar médiában, akkor általában mindig arról van szó, hogy valaki megmérgeződött, vagy átverték, vagy pedig hazudnak egy növényről egy nagyot, és akkor azt kell megcáfolni. Tehát általában mindig ebbe a szerepbe sodródok bele, most viszont lehet mást is mondani. Úgyhogy az elején én teljesen pozitív dolgokat mondok, és arról próbálok egy kicsi áttekintést adni, hogy hogyan lehet egy növényből rendes szer csinálni, és mitől lesz egy növényi szer rendes. A cím pedig azért kuruzslás, vagy modern terápia, mert ugye ez az a konfliktus, amit sokszor látunk, hogy van, aki valamit nagyon dicsér, de ha az ember jobban megnézi, akkor rájön, hogy ez mekkora hülyeség, meg becsapás. De azért a másik oldalon ott van, hogy a modern terápiában is jelen vannak a növények, csak ez sokszor talán nem annyira nyilvánvaló. Na, növényeknek a szerepe a gyógyászatban az régen, a történelmünket tekintve, mondjuk 90 nem tudom hány százalékban növények domináltak, hiszen amikor még nem voltak a modern gyógyszerek, akkor a gyógyszerkincs az javarész növényekből állt, meg ásványokból, meg állatokból, meg ebből abból, de azért a nagy része az növényi volt. Ez változott körülbelül egy 100 éve, amikor a szintetikus gyógyszergyártás elkezdődött, és akkor a növényekre irányuló figyelem az hirtelen lecsökkent. Volt egy euforikus időszak, amikor az a benyomás keletkezett az emberekben, hogy itt hamarosan minden betegség meg lesz gyógyítva. Gondoljunk bele, azért nagyon nagy sikerek voltak, kezdve onnan, hogy a szifiliszt tudták gyógyítani, amit korábban évszázadokon keresztül nem. Vagy aztán a következő, az antibiotikumok. Egy egyszerű megfázásból kialakuló tüdőgyulladásba a gyerekeknek nagyon nagy százaléka belehalt. Amikor erre rájöttek, hogy erre van egy jó gyógyszer, hát az hihetetlen javulást hozott. Vagy nem szintetikus gyógyszergyártás, de mégiscsak az egészségi helyzet javulását hozták a védőoltások. Tehát volt egy csomó ilyen nagy felfedezés, mérföldkő, ami miatt úgy tűnt, hogy a növények azok nem annyira lényegesek. Aztán mégis lett egy fordulat, ez pedig a világ különböző részein, különböző időszakokban, de 60-as, 70-es években, amikor az emberek kezdtek kiábrándulni a gyógyszerekből, mert azt látták, hogy egy csomó mindent még így se lehet meggyógyítani, például a daganatos betegségek jelentős része akkor még gyógyíthatatlan volt. Az arány javult azóta, de még most sem mondhatjuk, hogy minden daganatos beteget meg lehet gyógyítani, vagy cukorbetegség, vagy reumatoid artritis, vagy Alzheimer-kor, és még sorolhatnám, hogy mi mindent nem lehet még meggyógyítani. Ez valamiféle kiábránduláshoz vezetett, amit persze van, aki érdektől vagy butaságtól hajtva még korbácsol is. Ennek a tanúi lehetünk a magyar, hát nem mondom azt, hogy médiában, hanem inkább internetes térben, mert ez az, ami ma igazán jelentős, nem az, amikor egy profi ír egy cikket, és nem az befolyásolja ma igazából a közvéleményt, hanem amikor az egyszerű ember megnyilvánul. Igazából annak már sokkal nagyobb súlya van. Az ember az internetes fórumokon tájékozódik, akkor azt tapasztalhatja, hogy egy laikusnak a megmondását sokkal többen felkapják és továbbadják, mint amikor egy szakújságíró vagy egy szakember mond valamit. Tehát ma ezt a fokozott várakozást, ezt tovább táplálják, és hát a fokozott várakozásból mindig kiábrándulás jön, aki kiábrándul, az meg megy a másik véglet felé. Tehát nagyon sokan azért fordulnak el a modern gyógyászattól, mert hogy nem találják meg benne a megoldást. És akkor jön a más, ami ezen kívül van. Itt az aura gyógyászattól kezdve sok minden egyéb is szóba kerülhetne, de én most nem fogok arról beszélni, hanem a növényekről fogok beszélni, mert ez is egy olyan terület, ami úgymond a gyógyszerek helyett kerül nagyon sok embernek az érdeklődések középpontjába. És a növények azok itt vannak valóban a gyógyászatban, vagy legalábbis gyógyászati szándékkal felhasználva, növényként, aztán feldolgozott kivonatként, és hát ez az, amiről majd szintén fogok beszélni, tiszta hatóanyagként is ott vannak, mert hogy nagyon sok olyan gyógynövény van, ami nem azáltal hasznos, hogy teát főzünk belőle,
hanem azért, mert valamilyen módon elvezetett egy modern gyógyszer felfedezéséig, csak utaltam rá, erre gondolunk ritkábban. Mondjuk némi tényt is, mert ez csak ilyen szubjektív vélemény volt. Van ez a Craig és Newman szerzőpáros, akik bizonyos időközönként írnak nagy áttekintő cikkeket az megelőző időszakban forgalomba került gyógyszerekről, és ők ezt mindig szokták csoportosítani is, hogy milyen eredetű gyógyszerek kerültek forgalomba. Itt van 1981 és 2008 között összesen 1024 új engedélyezett gyógyszer került forgalomba, tehát ennyi új molekula, és megnézték, hogy ezek milyen eredetűek. Hát ami tisztán szintetikus eredetű, tehát hogy készítettek egy vegyületet egy laborban, véletlenszerű, úgymond véletlenszerű szintézise, persze ez nem véletlenszerű, de olyan szempontból véletlenszerű, hogy ennek nem volt valamilyen természetes molekula előképe. Na ez teszi ki az új gyógyszermolekuláknak 37%-át abban az időszakban. 63% pedig az, aminek valamilyen módon köze van a természethez. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyik úgy, ahogy a gyógyszerbe belekerül, megtalálható valamilyen növényben, hanem azt jelenti, hogy vagy a molekula úgy, ahogy van benne van a növényben, vagy pedig egy hasonló molekula van a növényben, vagy az állatban, vagy a korallban, vagy a mohában, és ezt kicsit átalakítják, javítják, a hatásosságát, mellékhatásai csökkentik, a kémiai átalakítással ebből lesz a gyógyszer. Tehát ez jelenleg, és ez azóta se változott nagyon, körülbelül kétharmada a gyógyszereknek valamilyen módon kötődik a természethez, és ezek közül nagyon jelentős az aránya annak, ami közvetlenül növényekből készülő vegyület. Majd erre mutatok konkrét példákat, és itt nem csak az ilyen elavult régi gyógyszeratanyagokra kell gondolni, majd mutatok példát, hogy az utóbbi egy-két évben is kerülnek valódi növényi vegyületek gyógyszerként forgalomba. Na, de kicsit visszalépve, a népi orvoslás. Hát ez, ami ma Magyarországon nagyon divatos, csak az a baj, hogy az eredeti formájában ma már nem nagyon látjuk ezt. Azt, amit ma népi orvoslásnak mondanak Magyarországon, az nagyon sokszor csak egy ilyen üzleti szempontból annak titulált valami. Tehát van egy vonzódás az emberek részéről, hogy ők valami eredeti, valami népit akarnak, és ezt valaki ki is szolgálja. Tehát nálunk az a népi orvoslás, az sajnos, hát nem azt mondom, megszűnt, de mindesetre nagyon eltűnőben van, mivel a hagyomány az nem adódott tovább. Tehát megszakadt az a lánc, volt itt néhány évtized, amikor ez nem volt támogatva. Ezen kívül, ami meg pozitív, az hogy nem, nincsenek Magyarországon olyan elzárt települések, ahova a civilizáció ne jutott volna el. Tehát a legtöbb településen már azok a növények elvesztették az igazi jelentőségüket, a legtöbb ember nem azokat használja. Most egy kicsit divat miatt kezdenek ezek visszajönni, de az eredeti tudás az sajnos valahol eltűnt. Tehát ma elmenni, gyűjteni népi gyógynövény felhasználást Magyarországon nagyon nehéz, mert a legtöbbször az ember azzal szembesül, hogy amit talál, amit népinek gondol, az valójában nem az. Hogy erre bizonyítékot is mondjak, készült egy felmérés néhány éve Magyarországon, több faluban fölmérték, hogy mik a jelentősnek gondolt gyógynövények, és nagyon sok faluban, az első háromban ott volt a parlagfű. Parlagfű az gyógynövényként Magyarországon nem volt használatos, az 1920 körül került be az országba, tehát ez nem egy népi gyógynövény. Gyógynövényként meg körülbelül mondjuk 4 éve használják, de ez már nagyon gyorsan bekerült a köztudatba, és hogyha valaki csak ezt egy felmérést veszi alapul, akkor azt gondolhatná, hogy hát ez itt egy milyen fontos dolog, pedig egy teljesen új fejlemény. Tehát Európában a népi orvoslás az jellemzően tanult dolog. Nagyon sokszor még erdélyi gyűjtőúton is azt tapasztalják, vannak kollégáink, akik járnak, hogy a tudás, amit egy idős nénitől begyűjtenek, az könyvből tanult. Persze van, ami eredeti, de olyan is volt, amikor megkérdezték, hogy és ezt a néni honnan tanulta, akkor levette a polcról a Mária Trében könyvet. Tehát nagyon-nagyon penetrálódik ez a népi tudás a modern dolgokkal, köztük azzal is, amivel nem kellene. A népi gyógynövényismeretnek a tanulmányozása ennek ellenére egy értékmentő tevékenység, nem feltétlenül a magyar városokban, falvakban, de van ennek még terepe bőven.
És hát az meg jó, hogyha ez társul gyógyszerészi szemlélet, nem azért, hogy magam szakmát reklámozzam, de aki ilyennel foglalkozik, annak kell ismerni a növényeket, mert azokat könnyen össze lehet keverni, aztán kell ismernie remélhetőleg valamennyire a kémiát, hogy azért tudja, hogy egy adott növény, aminek tudja valószínűleg az összetételét, úgy nagyjából, vagy sejti, hogy milyen anyagok vannak benne, attól várható-e ilyen hatás, vagy pedig ez inkább egy hiedelem. És hát a hatás értelmezéséhez is tudni kell valamiféle gyógyászati ismeretekkel rendelkezni, hát ezzel szerencsére a gyógyszerészek rendelkeznek, és ilyen gyűjtések nálunk is folynak. Egy-két érdekességet azért mutatok arra, hogy hogy lehet, mi lehet hanyat esni, vagy hasra esni. Hát ez, amit mondtam már, ez a Mária Trébennek a mondásai, azok tényleg gyakran már ilyen népies alkalmazásként ismertek sok faluban. Aztán információ torzulásra, vizelethajtó cseresznye szár. Ezt valahol fölírták, és úgy értelmezték, hogy a cseresznye fának a szára az, ami gyógyít, pedig hát ott valójában, amit arra a célra adott helyen használtak, az a kocsány lett volna. Tehát, hogyha az ember nem tudja, hogy melyik növényi részt adott helyen hogyan nevezik, vagy egy növényi részt különböző módon is lehet nevezni, nem mindig a legszakszerűbben, abból lehet félreértés. Aztán adatok félreértelmezése, ez egy nagyon jó pofa sztori. Babolka Péter nevű jó ismerősöm, aki szokott még ilyen gyűjtéseket végezni, ő mondta, hogy neki egyszer ajánlották a csonttörésre, ha jól emlékszem, tőle hallottam ezt, csonttörésre a bodzafát. Ez olyan jól hangzik, hát ha csonttörés, ezek a gyógyítását lehet gyógyítani, ez fantasztikus dolog, igazából az orvostudományára nem nagyon tud semmi jót mondani, mint az, hogy várják ki ezt a 6 hetet, vagy valamennyit. Aztán kiderült, hogy ez a bodzafát, ezt úgy kell használni, nem hogy teát főzünk belőle, hanem vágni kell egy húsángot, oda kötni a törött kéz láb mellé, és akkor az gyógyít. Hát persze, hogy gyógyít, de ha ezt valaki nem jól értelmezi, akkor abból hát azért lehetnek galibák. Hát lehet nyugodtan kémiailag vizsgálni a bodzafát, valószínűleg a hatóanyagot nem fogja megtalálni. Aztán a népies gyógynövény nevek. Ezeket tudni kell ismerni, és tudni kell, hogy mi adott helyen minek felelnek. Itt néhány, ezek Erdélyből származó példák. A füzike az nem a hivatalos neve a centaurium fajoknak, de ugyanígy a többi példa is, most ezeket nem olvasnám föl. Ha az ember nem tudja, hogy a népies nevek mit, hogyan jelentek, akkor keveredés történik. Hát aztán a népi betegség neveket ismerni kell. Tudni kell, hogy mi az, amit komolyan kell venni, mi az, amit nem. Mondjuk az elűzi a rossz szellemeket, azt egy legyintéssel el lehet intézni, ez hülyeség, mert hát ez nem egy gyógyászati cél, de nagyon sok olyan növény van, amit így ilyen célra javasolnak, és ma már tudjuk, hogy ezekkel epilepsziában lehet próbálkozni. Az, hogy mennyire hatásos, azt nem tudjuk. Ilyen vizsgálatok vannak, de ezeket a növényeket egyébként jellemzően epilepsziás betegeken használják. És hogyha az ember nagyon figyel, akkor azért kaphat sugást egy-egy növénynek a neve, vagy a kinézetére, de néha a felhasználására is ad utalást. És hát ha ez mind együtt van, és valaki ezt még integrálni is tudja, abból hasznos dolgokat tud kihozni, akár egy kutatásnak a kiindulási alapja is lehet, de ha itt valamiben félre csúszik a dolog, akkor abból hát vicces dolgok is kijöhetnek, ilyen vicces dolgot is mutatok majd a későbbiekben. De mindez nem lényeges, a lényeg az az, hogy ami a beteghez kerül, az legyen hatásos. Tehát ez az alap. Sokféle vitában vettem részt, ilyen virtuális vitákban az elmúlt időben, például a homeopátiával kapcsolatban, erre most nem akarok kitérni, mert az egy másik este lenne, de ott is az én érvem az, hogy teljesen mindegy, hogy honnan ered, vagy hogy mit mondanak róla, milyen elméleteket tesznek hozzá, a lényeg az, hogy hat vagy nem hat. Tehát ha nem hat, akkor kész, akkor utána azzal ne foglalkozzunk. Ha viszont hat, akkor lehet tovább vizsgálgatni. És itt is ez a lényeg, nem az a lényeg, hogy a népi gyógyászatból jön-e, vagy nem, hanem az, hogy hat-e. Hát a hatásosságra nagyon jó iránymutatás az, hogy a nép mire használja. Mert ha valami hashajtóként használatos, az nyilván valószínűleg rendelkezik ilyen hatással. Tehát abból a hashajtó gyógynövényből nevérnyomás csökkentőt akarjunk fejleszteni. Tehát már amikor elindul a kutatás fejlesztés, akkor ez egy iránymutatás. De utána viszont, amit végig kell menni egy növénynek, nem az én véleményem ez, amit ide fölírtam, hanem ez a mai
álláspont, az ugyanaz a lépcső, amin egy szintetikus molekulának. A különbség az az, hogy tudjuk, hogy merre az irányba, milyen irányba fejlesztjük. De ugyanazok az in vitro állatkísérletek, embereken elvégzett vizsgálatoknak végig kell mennie, mint bármi másnak. A különbség, vagy egy relatív előny, ez a biztonságosságban van, mert ha egy növényt régóta használnak, akkor az a biztonságosságáról valamit elárul. Nem garancia arra, hogy teljesen biztonságos, de olyan meglepetések, mint egy-egy szintetikus gyógyszervegyületnél nem nagyon szoktak előfordulni. Na, és hát akkor ez az a pont, amikor idáig elértünk, hogy hatásos, biztonságos, amin hát nagyon sok ilyen népi gyógynövény az elvérzik. Mert vagy nem hatásos, vagy nem biztonságos, vagy nem tudunk hatásosságáról semmi jót, vagy pedig kiderül, hogy teljes félreértelmezésről van szó. Itt néhány olyan dologról van ez az ábra, amiről majd szólni fogok, de hát ezt a sort sajnos folytatni lehetne. Sok olyan növény van, ami hát nem igazán gyógynövény, de ezt valakik valamiért el akarják hitetni. Pedig hát van nagyon sok növény, ami jó példa. És én most itt jó példákat mutatok, kezdve a legegyszerűbbtől. Tehát most azon a szinten vagyunk, amikor begyűjtjük a növényt, és azt valamilyen célra elkezdjük fogyasztani. A legegyszerűbb módja ennek a tea készítés, nagyon sok teát lehetne felsorolni. A tea készítés egyébként bizonyos szempontból egy nagyon jó elkészítési módja a növényeknek, például azért, mert a forró víz az tényleg sok hatóanyagot kivon. Most nem mennék részletekbe, de az ilyen cukor részt tartalmazó hatóanyagok, azok elég jól kivonódnak. Azok később a bélben a cukorrész leásad róluk, aminek föl kell szívódni, az felszívódik. Tehát ez sok hatóanyag esetén jó, soknál meg nem. Tehát van, ahol a víz nem jó kivonószer, de sok esetben ez egy kiváló kivonószer. Kivonatban, a teában benne lesz a hatóanyag. A víz, mint kivonószer azért is jó, mert fertőtlenít. Tehát az, hogy leforrázzuk, vagy még forraljuk, még olyan telkészítés is van, hogy forraljuk a növényt, az a növényen lévő baktériumokat elpusztítja. Ezért szoktam azt mondani, hogy amikor egy növényből teát főzünk, vagy ha ugyanazt a növényt kapszulában bevesszük, mert ilyen étrendkiegészítők vannak, hogy ledarálják a növényt és belerakják egy kapszulába, ott például egy hatalmas különbség, hogy a teában a csíra szám az nyilvánvalóan alacsonyabb, mint a kapszulában, ott éldegél, üldögél, aztán ki tudja, hogy mit fog bevenni a beteg. Ez már egy különbség lehet. Aztán kivonni lehet nem csak vízzel, hanem alkohollal is. Hát ez általában, amikor otthon készül, ez pálinkával készül. Ilyen népi gyógynövényes italok vannak. Én ezeknek nem akarok reklámot csapni, mert alkohol az anélkül is fogy, hogy én reklámoznám. Csak utalnék rá, hogy van olyan, hogy a kivonószer az alkohol. És ez nem véletlen, most csak erre a székely köményesre utalok, abból vízzel nem lehetne olyan hatékony kivonatot csinálni, ott a hatóanyagok azok már inkább lipofilek, alkohol jól kivonja, a víz az nem vonná ki olyan hatékonyan, ez is egy megfigyelés. És aztán lehet csinálni olyat, hogy házilag még kenőcsöt is, körömvirág plusz disznózsír recept, ez egy nagyon egyszerű dolog, és egyébként jó gyulladáscsökkentő hatású kenőcsöt lehet belőle csinálni. Hatóanyagok azok teljesen jól kivonódnak disznózsírral is, és hát bio mondjuk, vagy nem tudom, mit lehet rámondani. Mangalica akkor az még jobb. Remélem, hogy ezt értette mindenki, hogy ez csak vicc akart lenni. Hát ilyen házi gyógynövény elkészítési módokra nekem egy pozitív példa ez a James Wongnak ez a Kerti Patika című sorozata, nem tudom, ismeri valaki vagy nem. Jópofa dolgok vannak benne, és amit én láttam, aztán lehet, hogy van ellenpélda is, általában jó dolgokat szokott ő csinálni. Tehát ez egy jó módja annak, hogy ezt a nagyon egyszerű gyógynövény feldolgozást az ember népszerűsítse. Persze ez az, ami a legkevésbé jelentős, a gyógynövény forgalomnak ez nagyon-nagyon kis hányadát teszi ki, és visszaszorulóban van. Nyilván mindig lesz egy réteg, aki ezt szereti, hogy otthon főzi a teát, meg csinálja a kenőcsöt, de nem ez a döntő. Ma a fogyás szempontjából, tehát a kereskedelmi forgalom szempontjából a feldolgozott termékek azok, amik igazából dominálnak. A legegyszerűbb módja, hogy egy ilyen termék elkészüljön, hogyha kivonat készül a növényből,
ez, ami a legtöbb van ma a piacon, tehát a növényi termékek jellemzően így kerülnek forgalomba, legalábbis a doboz számot nézzük. Több előnye van ennek, az egyik az az, hogyha csak eddig jutunk el, hogy a növényt kivonjuk, és abból készül egy por, vagy egy folyadék, és azt elfogyasztjuk, ez viszonylag olcsó. Ez az árat olyan nagyon nem drágítja meg. Ezzel a népi gyógyászati felhasználást elég jól lehet reprodukálni, mert amikor ezt a kivonatot, ha elkezdjük tisztítani, akkor óhatatlanul elveszítünk olyan anyagokat, amiknek lehet, hogy szerepe van a hatásban. Lehet, hogy nincs, de ezt nem mindig lehet tudni. Aztán előny az, hogy a kivonat összetettsége az néha előny, mint erre utaltam. Van olyan növény, ahol tudjuk, hogy a hatást az nem egy vegyület váltja ki, hanem több, amik együtt hatnak, egymás hatását fokozzák. Ezt némelyek úgy szokták interpretálni, hogy a növény azért jó, mert sok minden van benne, és ettől hatásosabb. Hát vagy igen, vagy nem, de van eset, amikor ez igaz. Nem mindig, de van, amikor igen. Én annak vagyok a híve, hogyha ezt tudatosan használjuk ki, ezt az előnyt, és nem pedig minden elkészített kivonatra ezt ráhúzzuk, hogy ez azért jó, mert kivonat, és ez hatásosabb ettől. Hát ez nem biztos, hogy így van, de lehet, hogy így van. Körülbelül 300 ilyen gyógyszer van Magyarországon, ami növényi kivonatokat tartalmaz, és akkor azt hangsúlyoznám, hogy ezek gyógyszerek. És az, hogy gyógyszer, az azért fontos, mert egy adott növényből lehet csinálni mindenféle terméket, margarint is lehet csinálni gyógynövényből, de az, hogy meglegyünk győződve arról, hogy attól tényleg az egészségünk javulni fog, ahhoz kell az, hogy ezt a hatást igazolják, és ez az igazolás, ennek a garanciája az, hogy a termék gyógyszerként kerül forgalomba. Most nem mennék bele a részletekbe, hogy ez se teljesen igaz, de fogadjuk el most így nagy egyszerűsítéssel, hogy ezek a gyógyszereknél a hatásosság igazolt. De hát ezek komplexek. És hogy ez a komplexitás mit jelent, ezt talán úgy lehet a legjobban szemléltetni, ha mutatok ilyet. Ez egy növény, egyébként úgy hívják, hogy homoktövis, aminek a kromatogramja itt látható. Ezt allergiaellenes hatással használják, elég elterjedt Magyarországon. Ez egy, nem tudom, hogy honnan jön ez az allergiaellenes hatás, de tény az, hogy nekem is ismerőseim, meg sok ember használja ilyen célra. És elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy megállapítsuk, hogy hát ez a növény ez tényleg tud-e ilyet, és ha tud, akkor mi hat benne. Hát, hogy a feladatnak a bonyolultságát akartam érzékeltetni ezzel az ábrával, ezen egy sávban láthatóak a növénynek a szétválogatott vegyületei, legalábbis azok, amik nagyobb mennyiségben jelen vannak. Minden egyes sáv egy vagy több vegyületet jelent. Hát, hogy ebből mi hat, ezt elég nehéz megmondani. Persze erre is megvan a módszer, mert hogyha egy... Na jó, ez még nem így van, csak még egyet nyomok. Tehát ha még egyet nyomok itt az ábrámon, akkor rögtön ez az első sáv, ez szétválogatódik. Hát mondjuk ennél azért többet kell csinálni a laborban, hogy ez így szétválogatódjon, de megoldható az, hogy egy sávból lesz több sáv, és ezek a sávoknak az összege az az első. Tehát abból az elsőből vettük ki ezt a sok mindent. Az látható, hogy mintha sokszorozódnának a dolgok, hogy itt mintha több anyag lenne, mint az eredetiben. Hát ez pont az átfedések miatt van, az eredetiben sok folt átfed. És itt már rögtön azt látjuk, hogy hát ez borzasztó, mennyi anyag van, hogy lesz ebből hatóanyag. Hát az ember elég álhatatos, akkor meg lehet találni a hatóanyagot, mert hogy ugye erről tudjuk, hogy hat, ez a növénynek az eredeti kivonata. És ha tovább vizsgálgatjuk, ugye szétválogatjuk ezekre a sávokra, akkor megállapítjuk erről is, hogy ez is hatásos, ez emögött állatkísérlet van a hatásosság mögött, és megállapítjuk azt, hogy ez is hatásos. Tehát ebbe a kettőbe kell lennie olyan anyagnak vagy anyagoknak, amik hatnak. De hát itt még ez még mindig sok minden, úgyhogy tovább kell vele bütykölni. És hát hasonlóan újabb és újabb elválasztások és ellenőrzésekkel el lehet addig jutni, hogy lesz egy anyag, ami szépen rózsaszínen ott van tiszta formában, és azzal reprodukálni lehet az eredeti kivonatnak a hatásosságát. Ezt egyébként oleánorsavnak hívják, és a növényi világban nem egy nagyon ritka vegyület. Az, hogy a homoktövisben ez hatásos, vagy ha a homoktövis ettől hatásossá válik, ennek az az oka, hogy ebben azért elég jelentős mennyiségben jelen van. Tehát erről a növényről azt a hatást, amit állítanak róla az emberek, ezt állatokon tudtuk igazolni, és ezt a hatást erre a vegyületre lehetett
visszavezetni. Szia. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezt rögtön akkor be kell venni, és akkor mindenkinek ajánlom, hogy egyen homoktövist, mert azt viszont nem tudjuk megmondani, hogy ezt mennyi ideig lehet szedni, tartósan mondjuk gyerekek ehetik-e, vagy inkább ne. Homoktövissel nincs gond. Tehát azt nyugodtan, persze ez egy táplálék, régóta eszik, de hogy az oleánósavat tisztán ilyen célra lehet-e, ahhoz azért ennél többet kellene dolgozni. Tehát ez egy első lépés, de lám abból a bonyolult vegyületből el lehet jutni egy tiszta anyagig. És hogyha egy allergiaellenes gyógyszert akarnánk csinálni ebből a vegyületből, akkor azért ezen még sokat kellene dolgozni. De az is lehet, hogy a homoktövis lekvár az nagyon finom, és nem is kell így gyógyszerig eljutni. Csak akkor nem akarunk vele feltétlenül allergiát gyógyítani. Aztán van olyan is, amikor nem ilyen nyers kivonatot használunk tisztítás nélkül, hanem ugyan kivonat, de dúsítjuk. A dúsítás az azt jelenti, hogy bizonyos anyagoktól, ballasztanyagoktól megszabadulunk. A ballasztanyag az lehet fölösleges például azért, mert olyan sokat kéne megenni a kivonatból, hogy az nem észszerű, és ami fölösleges, azt eltávolítjuk belőle. Tehát mondjuk itt van ez a növény, a máriatövis. Ha ennek a hatóanyagát máriatövis termésként akarnánk megenni, a szükséges hatóanyag mennyiséget, akkor napi, mit tudom én, ilyen 20 g körüli máriatövist kéne megenni, ami hát úgy sok, akkor azt már kanállal kéne. Az ember szereti egyszerűen elintézni a dolgot, kicsi térfogatra össze lehet ezt zsugorítani akkor, hogyha a ballasztanyagoktól megszabadulunk. Aztán olyan is lehet, amikor nem is csak fölösleges a ballasztanyag, hanem kifejezetten káros, egy kedvező hatású anyag mellett jelenlévő vegyület csoportot el akarunk távolítani, például azért, hogy ne legyen mellékhatás. Ezt is meg lehet csinálni. Hát a máriatövisnél ott főleg azért kellett megszabadulni a ballasztanyagtól, hogy a térfogat, a bevehető térfogat csökkenjen, és ebből készült egy szilimarin nevű, fantázia nevű keverék, ez több anyagnak a keveréke, ezt több gyógyszerben meg lehet találni. Tehát szilimarin, ezt így szokták emlegetni, ez nem egy vegyület, ez egy keverék, de megfelelő módon dúsított keverék, ami erre a célra, amire a máriatövist használják, májvédelemre arra kifejezetten alkalmas. Valamikor nem állnak meg itt, hogy dúsítják a hatóanyag keveréket, hanem tiszta vegyületig akarnak vagy kell eljutni. Ennek mindig megvan a szakmai oka. Ugye amiről eddig beszéltem, az viszonylag olcsó. Tehát egy nyers kivonatot csinálni a legolcsóbb. Dúsított kivonatot csinálni kicsit drágább, de még mindig olcsó. Olyan kivonatot csinálni, amiből végül tisztán kinyerjük a hatóanyagot, az viszont már drága. Tehát ennek meg kell legyen az oka, hogy ezt eddig eljussanak. Például egy ok lehet az igényre, hogy nagyon pontos adagolásra van szükség. Például itt van a gyűszűvirág, az egyik faja, amit használtak régóta, nagyon-nagyon régóta szívpanaszokra, de a középkorban többen haltak meg gyűszűvirág mérgezésből bizonyos beszélések szerint, mint ahányak az életét megmentette, mert a gyűszűvirág teában hatóanyag mennyiség az változik, és a gyűszűvirág hatóanyagainak az a tulajdonsága, hogy a terápiás szélességük nagyon szűk. Ez azt jelenti, hogy van egy tartomány, ami biztonságos és hatásos, alatta hatástalan, fölötte viszont már mérgező. És a biztonságos dózisnak a kétszerese az már kifejezetten mérgező. És egy kicsit még fölé mennek, és már is meghal az ember. Tehát ennél nem megfelelő az, hogy teázgatunk, és még az sem, hogy kivonatot készítünk, itt tiszta hatóanyagig kell eljutni, és ez meg is történik. Digoxin nevű gyógyszer, hát ennek én nem csinálok reklámot, mert digoxint senki nem azért veszi, mert hogy látja a reklámban, hanem mert szüksége van rá. De ez egy jó példa arra, amikor a hatóanyag tiszta formában növényből kerül a dobozba. Tehát ez a gyógyszer, ez mai napig növényi hatóanyagból készül, mert így a legegyszerűbb. Ez egy bonyolult molekula, egyszerűbb növényből kinyerni, mint szintetikusan előállítani. Ez oka, hogy ez mai napig növényből kerül. A következő lépcső, amikor már nem is a növény molekulája az, ami hatóanyag, hanem ezt egy kicsit tovább fejlesztik. Erre példa az amerikai tojásbogyó nevű növény, Podophyllum peltatum, aminek a hatóanyaga, a podophyllotoxin, az ilyen nagyon csúnya nemi betegség kezelésére alkalmazható, most ebben nem mennék bele a részletekbe, de
remélem ilyen nem lesz senkinek, de ez egy kuriózum, nem sok embert érint. Viszont rájöttek arra, hogy ezt a podofilotoxint egy kicsit tovább alakítják, nem túl nagy szerkezeti módosítást végeznek rajta, akkor ebből keletkeznek olyan vegyületek, itt két nevet írtam fel, az etopozid meg teniposzid, amik viszont daganatellenes hatóanyagok. Tehát volt egy növényi vegyület, aminek volt egy speciális hatása, fölismerték, hogyha ezt egy kicsit módosítják, akkor egy más hatást érnek el, talán még jelentősebb, mint az eredeti. Tehát itt a növényi hatóanyag volt az ötletadó molekula. Aztán a következő érdekes jelenség, amikor ugye eddig mindig olyanról beszéltem, hogy van egy gyógynövény, és abból lesz valamilyen úton gyógyszer. Van olyan, amikor nem gyógynövényből lesz gyógyszer, hanem kifejezetten egy mérgező növényből lesz gyógyszer. Tiszafa az egy kifejezetten mérgező növény, bármelyik részét megesszük, kivéve ezt a piros bogyónak ez a piros részét. Ha azt megesszük, attól nem lesz bajunk, de ha már a magot lenyeljük, attól már bajunk lesz. Úgyhogy nem javaslom senkinek, hogy ezt kóstolgassa, mert ez egy veszélyes, mérgező növény, ezt világ minden részén tudják, hogy ezt nem kell megenni. Ennek ellenére ebből a mérgező növényből is gyógyszer lett. És ez, hogy ebből hogy lett gyógyszer, ez egy jó példa arra, hogy ma a tudomány sok esetben hogyan közelít a növényekhez. Például úgy, hogy szűrővizsgálatokba vonnak be növényeket. Tehát van egy cél, egy betegség, amit gyógyítani akarnak, arra kidolgoznak egy szűrővizsgálatot, és abba szintetikus vegyületeket és növényeket is bevonnak. Hát ez egy olyan vizsgálatba került bele, Amerikában egy hatalmas, nagy daganatellenes szűrővizsgálat volt ez, ahol a növénynek a kivonatát vizsgálták több sejten, tehát ez lombikban történő vizsgálat, és azt látták, hogy a tiszafa kivonata az kiválóan pusztítja a daganatos sejteket. Heroikus munkával eljutottak a hatóanyagig, tehát megtalálták, hogy mi az a vegyület, ami ebben a kivonatban a hatást kifejti. Ez taxol nevet kapta, itt látható képlete, szép komplex vegyület. A baj ezzel csak az volt, hogy amikor ezt megtalálták, akkor rögtön elvesztették a reményt, hogy ebből a taxolból valaha gyógyszer lesz, mert a tiszafának a kérgében nagyon negyen kevés taxol van. Egyetlen egy embernek a kezeléséhez nagyon-nagyon sok fát kellett volna kivágni, és tekintve, hogy a tiszafa az nagyon lassan nő, ez azzal a veszély járt volna, hogy itt gyorsan kipusztítják az összes tiszafát a világon, és hát nem túl sok beteg ember gyógyítanak meg. Ezt elfelejtettem mondani, hogy ez a tiszafa kérgében van taxol, tehát az volt hatásos. Aztán megoldották a problémát oly módon, hogy egy rokonfajnak a levelében van egy rokon vegyület, amit egy kicsit átalakítottak, és abból lett ez a taxol, ami végül gyógyszeré vált. A kezdeti felfedezés és a gyógyszeré válás között kb. 25 év telt el, ennyi idő kellett arra, hogy megtalálják a módot, hogy hogyan termeljenek ebből a növényi vegyületből elég sokat. Hát a taxol az ma is egy jó menő szer, daganatos betegségek kezelésében, ma már egyéb módokon, például a biotechnológiai úton is előállítják ezt a vegyületet. Tehát természetes növényi eredetű anyag, de ma már nem az eredeti forrásból nyerik ki. Még egy ilyen furcsa példa, amikor nem is hogy mérgező, hanem egy gyomnövényből lesz gyógyszer, ez pedig a vézna kutyatej, ez egy elég ronda kis jelentéktelen növény, ha szabad ilyet mondani, elnézést, de hát úgy az ember nem veszi ezt észre. Ez egy ilyen kis zöld, még normális virága sincs, senkit nem érdekel, mégis ebből gyógyszer lett, tehát Magyarországon ez az úgynevezett gaz kategóriába tartozik, amire az ember azt mondja, ó, hát ez csak gaz. Na hát nem is használták semmire, többek között azért, mert hát gaz, gyomnövény, de nem ezért, hanem egyébként ez is, zárójelben mondom, ez is mérgező, nagyon irritáló, de azért vannak benne olyan vegyületek, és itt már a hatóanyag szerepel, ezt úgy hívják, hogy ingenol mebutát, ami, ha kivesszük abból a nagy-nagy keverékből, amiben a sok mérgező anyaggal együtt található, akkor ez önmagában mégiscsak előnyös. Ez a vegyület, az ingenol mebutát, ez bőrrákot megelőző állapot kezelésére alkalmas, olyan esetekben használható, amikor még nincsen rossz indulatú daganat, de van egy ilyen rákot megelőző elváltozás, amit általában műteni szoktak, ez eleve műtét kellemetlen, meg hát a
költségei azok magasak, mert be kell feküdni a kórházba, stb. Stb. Tehát amikor ezt így kiszámolja egy ilyen egészségbiztosítási szakértő, akkor horribilis számok jönnek ki. Ugye ezt a problémát meg lehet oldani ezzel a krémmel. Ez egy néhány grammos kis krém, néhány napig kell bekenni azt a területet, ami érintett ezzel az elváltozással, és az elváltozás magától visszafejlődik. Azt azért zárójelben hozzátenném, hogy egy ilyen tubusnak az ára 160 000 forint. Nyilván nem könnyű előállítani az ilyen növényből ezt a tiszta vegyületet, tehát ez nagyon sokba kerül, és hát nyilván azt is hozzátenném, hogy az árkalkuláció azért mindig úgy történik, hogy megnézik, hogy egyébként az alternatív kezelés mennyibe kerülne, és azért az alá olyan nagyon sokkal nem fogják belőni az árat. Tehát azért a gyógyszergyárakban is közgazdászok ülnek, és ők szabják meg, hogy mint megy a kalkuláció. De most ettől eltekintünk, nem is ez a lényeg itt, hanem az, hogy a betegnek, aki érintett, annak sokkal egyszerűbb, hogyha csak bekenik háromszor a fejét vagy a vállát, mint hogyha megműtenék. Még annyit talán hozzátehetek, hogy ez a vegyület, ez az ingenol mebutát, ezt növényi anyagból elsőként az én munkatársaim állították elő 2001-ben, csak hát ugye mi nem gyógyszergyártók vagyunk, meg olyan sok pénzünk nincs is, úgyhogy ebből nem lett szabadalom. Egy ausztrál cég viszont rácsapott, és azóta is ebből a növényből állítják elő, olyan módszerrel, ahogy mi is kinyertük, és hála Istennek ez sok emberen segít. Tehát az erkölcsi győzelemben van egy kis részünk, ha nem is nagy. Ez meg egy kis aktualitás. Biztosan sokan hallottak róla, hogy az orvosi életleni Nobel-díjat idén megosztva egy kínai hölgy kapta, Yu-Yu Tu-nak hívják, és egy növényi hatóanyagért kapta ezt a díjat, amit a malária kezelésére használható, az egynyár űröm nevű növényből készül. Erről a történetről mesét lehetne mondani, mert nagyon érdekes, de most nem fogok, hosszú történet lenne. Mindössze csak annyit villantok itt föl, hogy az, hogy 2015-ben egy természetes eredetű gyógyszervegyületért adnak Nobel-díjat, az némi üzenetet hordoz. Mégpedig azt az üzenetet hordozza, hogy a gyógyszeriparnak a válsága, ami nem a financiális válságot jelenti legalábbis egyelőre, hanem az a válsága, hogy az új gyógyszermolekuláknak a száma csökken, az új utak keresését igényli. Tehát tavaly 24 új gyógyszermolekula került forgalomba, ami a 70-es, 80-as évekhez képest nagyon alacsony szám. Volt olyan év, amikor 50 vagy még a fölötti új gyógyszermolekula került forgalomba. Aztán volt egy ilyen váltása a gyógyszeriparban, amikor a természetes anyagkutatás azt leépült. Volt egy euforikus időszak, amikor az úgynevezett kombinatorikus kémiának a korszaka kezdődött el. Az azt jelenti, most nem fogok ebben nagyon részletesen belemenni, de kidolgoztak olyan módszert, amivel nagyon gyorsan, nagyon sok típusú vegyületet lehetett előállítani. Ezeket nagyon gyorsan tesztelték is, és azt gondolták, hogy ezzel a nagyon nagy számú molekulának a gyors tesztelésével ömleni fognak a gyógyszerek. Hát az a helyzet, hogy nem így történt. Tudomásom szerint, és ez egy tavalyi cikk, amiben ez az adat volt, egyetlen egy olyan gyógyszermolekula létezik, amit ezzel a kombinatorikus kémiával állítottak elő. Tehát ez a úgymond random szintézis, ez, ami persze nem random, ez azért nem annyira hatékony, mint gondolták, mert azok az anyagok, például egy ilyen vegyület, ami a növényben benne van, az általában azért van ott, mert a növény az valamilyen célra gyártja. Például azért, hogy a környezetére hasson, mondjuk megmérgezze a kártevőit. És hogyha az ember meg tudja találni, hogy ez a bioaktív molekula, mert a növényi molekulák általában bioaktívak szemben a tisztán szintetikusan előállítottakkal, ott nagyon sok van, amire egyet nem találják meg, hogy ez mire hat, akkor már is van egy potenciális gyógyszerjelölt, aminek aztán még hosszú utat kell megtennie. De nem csak ez az ok. A másik ok az, hogy azért nagyon sok olyan enzim van a növényekben, amihez hasonlók az emberi szervezetben vannak, és ezek a vegyületek vagy azokon az enzimeken keresztül állítódnak elő, vagy azokon az enzimeken hatnak. Tehát nagyon sok közös
pont van az emberi és a növényi szervezetben meglepő módon. Tehát ezért várható az, hogy ha növényi forrásból indulunk ki, akkor viszonylag nagyobb az esélye sikernek, és ez az, ami miatt úgy tűnik az utóbbi egy-két évben, hogy ilyen irányba megélénkülőben van újra az érdeklődés. Hogy konkrét példát mondjak, Magyarországon van néhány gyógyszergyár, ezeknek régen volt mindegyiknek növényi vagy természetes anyagkutató laboratóriuma, 90-es évekre mindegyik bezárta. És ez nem magyar jelenség, ez világszinten nagyon sok helyen megtörtént. Most azt tapasztalhatjuk, hogy az ilyen jellegű kutatások gyógyszergyári szinten is élénkülnek. Mert hogy szükség van erre a folyamatra, amiről már beszéltem, aminek a végén lehet gyógyszer. Persze ez sok minden kell, sok idő, sok pénz, sok szakértelem, intuíció, stb. És a végén akár sikerrel is járhatunk. És ez szerintem nagyon érdekes dolog is, én ezzel foglalkozom. Aki ilyennel foglalkozik, az mind nagyon jól szórakozik, mert hogy az ebben a jó a gyógynői kutatásban, hogy nincs két egyforma nap, minden nap egy újabb kudarc, és néha azért van siker is. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Na ez volt eddig a pozitív része, eljutottunk a növénytől a gyógyszerig, most akkor visszajutunk a növényhez. Mert ugye az volt a címben, már nem is tudom mi volt a cím, de ott benne volt ez a kuruzslás, és akkor most kicsit visszalépünk. Most elmondtam a pozitív oldalt, és most egy kicsit a negatív oldalról is beszélek. Most arról fogok beszélni, nem hogy születnek a gyógyszerek, hanem hogy születnek a csodaszerek. Csodaszerek azok úgy születnek, hogy egy növényről valaki elkezd valamit mondani, aztán az elterjed. Ez Magyarországon is megfigyelhető jelenség. Például Gyuri bácsi, Brükszentkereszti fülyes ember, most már óvatosabban fogalmazok, hogy ezt nem ő terjeszti, ez az ő nevében terjesztett írás, amiben ez olvasható. Hogy most ezt tényleg kiírta, ő írta, nem ő írta, ebben nem mennék bele ebbe a vitába, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ilyen írások olvashatóak az interneten, ahol bizonyos növényeket bizonyos betegségekre ajánlanak. Itt van például a diólevél, ami arcüreggyulladásra jó, bőrrákra jó, hajnövesztőként is nagyon jó. Hát ki tudja, nem tudom, hogy ez mennyire jó, mennyire nem jó. A hajnövesztőként való alkalmazásra azért ott némi kritikát a képen lehet látni, hogyha ez tényleg hatna, akkor valószínűleg nem ez lenne a képen. Tehát diólevél, most ezzel foglalkozunk egy kicsit. Ez úgy vált Magyarországon gyógynövényé, hogy korábban a népi gyógyászatban ez nem volt egy jelentős növény, ma pedig ott tartunk, hogy ismerősöm, akik nagy gyógynövény forgalmazó cégnél dolgoznak, azt mondják, hogy a diólevél az elmúlt éveknek az egyik legnagyobb forgalmú gyógynövény terméke. Tehát megelőzi azokat a hagyományos és a használt növényeket, mint mondjuk a cickafark, vagy még akár a kamilla. A diófa levél az nagyon-nagyon fogy. Miért fogy? Azért, mert egy-két ilyen vélemény vezér, és ebben az értelemben a Szabó Gyuri bácsi, vagy az, aki a nevében írja ezeket, ő egy vélemény vezér, elkezdte ezt a növényt promotálni. És olyan célokra is használják, amire talán, nem az, hogy talán, nem óvatoskodik, nem kéne. Tehát itt van például a bőrrák. Hihetetlenül veszélyes dolog, hogyha valaki otthon, a tükör előtt megállapítja, hogy neki bőrrákja van, és aztán elkezdi magát ilyen keverékkel kezelni. Mert mi van, ha tényleg? Mert persze az esetek nagy részében az ember ilyent diagnosztizál, aztán kutya baja. De az esetek kis részében mégis lehet, hogy beteg, kenegeti, ecsetelgeti, öblítgeti, nem gyógyul, elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy hát elnézést kérek, Pista bácsi, ez már nagyon súlyos, itt áttétek vannak, menthetetlen. Kíváncsi vagyok, hogy aki ilyen tanácsokat ad, az ezt végig gondolja-e. Hát én attól tartok, hogy nem. És így válik egy növény olyan eltúzott célokra használatos, amire nem kellene. Egyébként a diófa levélnek, ha már a valós gyógyhatásról akarnék beszélni, nem túl sok van neki, belsőleg nem igazán javasolt használni, mert vannak benne olyan anyagok, amik mérgezőek lehetnek tartós fogyasztásnál, tehát a diólevél, tehát ne nagyon fogyasszon senki,
némi bőrpanaszokban használható, de azért nem, ez nem tartozik az igazán zászlós hajó jelentős gyógynövények közé, mint ahogy a szilva lekvár sem. De mégis ez is rákellenes gyógyszerré vált. Mert hogy ezt megint az interneten terjesztik, megint nem tudjuk, hogy ki mondta, csak úgy terjesztik, hogy rákban nem lehet meghalni, mert hogy a székelyek a szilva lekvárt használják daganat kezelésére, ezt rá kell kenni a daganat által érintett területre, és ez elmúlik. Megpróbáltam ennek utána nézni, hogy emögött mi van, hogy tényleg van-e ilyen, hogy a székelyek a szilva lekvárral gyógyítják a daganatot. Hát van ilyen, csak nem pont erről van szó. Szilva lekvárt tényleg használják, duzzanatokra használják, azt is mondják daganatnak, van a kezemben egy daganat, de az nem rossz indulatú daganat, és a dolgnak lehet értelme, a szilva lekvárban nagyon sok gyümölcssav van, cukor van, aminek ozmotikus aktivitása van, tehát egy ilyen ödémának a csökkentésére, egy duzzanatnak a csökkentésére, hogyha jó sokáig ott kenegetjük szilva lekvárral, lehet, hogy tényleg jó. Nem mondom azt, hogy biztos jó, de úgy el tudom képzelni. De azért ezt ne keverjük össze a rossz indulatú daganattal. Sajnos az emberek egy része ezt összekeverheti. Na, következő. Parlagfű. Most ez az igazi hot topic Magyarországon. Ez egy olyan növény, ami nálunk vált gyógynövényé. Megpróbáltunk utána járni, amikor ez elkezdődött ez a divat, hogy ez most honnan a fenéből jön. Hát, hogy a növény honnan jön, azt tudjuk, Amerikából jön. Kb. 100 éve került be, és bizonyos parlagfű terjesztők mindig azzal érvelnek, hogy mert hogy az indiánoknál ez milyen nagy, fontos gyógynövény volt. Van egy amerikai etnofarmakológus, úgy hívják, hogy Stephen Foster, egy elég jelentős név ezen a területen. Az egyik kollégám neki írt, hogy akkor mondjam már meg, hogy tényleg az amerikai indiánok a parlagfűet ezt ilyen nagy gyógynövényként tartották számon, és akkor azt írta, hogy igen, valóban használták különböző indián törzsek, egészen különböző betegségekre, de nem volt igazán jelentős növény, viszont használták, mert mindenhol ott van. Tehát a népi gyógynövény alkalmazás a régmúltban nyilván azokat a növényeket használta, ami a környezetben jelen volt. Azok a növények, amik mindenre használatosak voltak, azokról utóbb általában az derült ki, hogy azért annyira nagyon spéci hatásra nem rendelkeznek. Az igazán hatásos gyógynövények általában, ha így visszatekintünk, akkor azok a növények, amikről valamilyen speciális hatást felismertek. Tehát van valami konkrét hatása. Parlagfűnél ilyen konkrét hatás még az amerikai indiánoknál sem volt felfedezhető. De nálunk van egy-két ember, akinek köszönhetően ez egy elismert, idézőjelben elismert gyógynövénye vált. Itt látható az egyikük, Vejszló Várhegyi László. Nem sorolom föl a titulusait, nyugodtan el lehet olvasni. Sokoldalú ember, maradjunk annyiban. És ő volt az egyik első, aki azt elkezdte terjeszteni, hogy bármilyen betegségük is volt, meggyógyultak belőle még a rákból is, vagy a parlagfű allergiából is. Hát ez a kettő téma, ez már elég nagy ahhoz, hogy ebből bizniszt lehessen csinálni. Hát ráktól mindenki fél, gyógyulni akar belőle, parlagfű allergiából meg van bőven Magyarországon. És aztán, amikor ezt a gyógyhatást még azzal is fokozták, vagy hogy mondjam, a vonzerőt azzal fokozták, hogy a bértolnokok és a bértudósok miatt van ez közelenségnek kikiáltva, sőt olyat is lehet olvasni, hogy igazából azért van a parlagfű írtási kampány, hogy ne legyen parlagfű, amit az emberek meg tudnak enni, és azzal gyógyítsák magukat. Tehát a gyógyszergyárak gerjesztik a parlagfű ellenséget, hogy az embereket megfosszák ettől a kiváló növénytől. Tehát ez sajnos táptalajra talál nagyon sok embernél, emberben. Ő volt az egyik első mohikán, aztán jönnek a többiek. Parlagfű evő emberekről már különböző sajtóorgánumokban lehet hírt olvasni, ez például hódnövezésre helyező figura, a helyi labban büszkén beszámolt róla, hogy ő eszi a parlagfőt, és milyen jól van. Hát, oké. Okay. És akkor itt ez volt körülbelül 2 éve, vagy valahogy így, akkor ez még az ártalmatlan korszak volt. Volt, aki mondta, hogy ez milyen jó, de még
olyan nagyon nem látszott, hogy ez hová fog kifutni. Az, hogy hová fog kifutni, az akkor vált egyértelművé, amikor megjelent az első parlagfű kapszula. Meglepő módon erre is van kereslet, az a gyom, ami mindenhol ott van, ingyen, azt 4000 forintért sok ember megveszi. Istenek eledele kapszula, volt rá és van rá kereslet. Aztán az őrületet azt lehet fokozni, ez egy hosszú szöveg, de nem fogom elolvasni, inkább elmondom. A lényeg az, hogy az egyik gyógyszergyárnak a honlapján közzétettek egy ilyen környezetvédelmi, vagy nem tudom milyen tanulmányt, amit kötelező az ilyen jellegű üzemeknél elvégezni. Például ennek a része az, hogy föl kell mérni, hogy a gyár környékén milyen növények élnek. Tehát mindent föl kell írni, azt is, ami az utolsó haszontalan növény, mert hogy figyelni kell, hogyha ott változik a növény flóránk, az összetétel, akkor az nem valami szennyezéstől van-e, tehát ez az oka. De a lényeg az, hogy az ambrózi, artemizi fólia parlagfőre a listára fölkerült, ezt a kellőképpen nem tiszta gondolkodással rögtön úgy értelmezték, hogy ezt a növényt az a gyógyszergyár termeszti, csak ez el van titkolva. Tehát már folynak a kísérletek, a gyógyszeripar már felfigyelt rá, és ugye azért akarják kiirtani, hogy csak nekik legyen, nekünk meg ne. Itt még mindig az ártalmatlanságnál tartottunk, de ami igazán súlyos szerintem az, amikor mindezt megtámogatja valaki, aki mondjuk úgy, hogy szaktekintély. És a szaktekintély az ki? Hát aki doktor. Magyarországon aki doktor, az már nagyon, nagyon ott van. Főleg, hogyha mondjuk kétszer doktor, mint ebben az esetben. Na de viccet félretéve, amikor megjelenik valaki úgy, hogy a titulusával együtt megjelenik, és egyetemi docensként megjelenik, és a médiában, az RTL Klubtól kezdve a rádiókig mindenhol azt mondja, hogy a parlagfüvet kell enni, mert hogy az allergiásoknak ajánlható, meg lúgosít, meg vértisztít, meg tisztítja a májat, akkor az ember ugye elgondolkodik. És azt mondom, hogy nem vagyok meglepve, hogy ezt sokan elhiszik. Mert amikor a parlagfűről mondjuk ő meg én vitatkozunk valahol, mert ez ilyen nem sokszor fordul elő, mert túl sok értelme szerintem nincsen, de ha ilyen mégis előfordul, és ezt valaki nézi, akkor azt látja, hogy van két doktor, az egyik ezt mondja, a másik meg azt mondja. Melyiknek van igaza? Hogy lehet ezt eldönteni? Van olyan eset, amikor nem várható el az egyszerű nézőtől, hallgatótól, ha nincsenek megfelelő természettudományos ismeretei, csak azt látja, hogy két ember vitatkozik, és mondjuk annak fog hinni, aki kicsit szimpatikusabb. Mondjuk akinek jobb a testbeszéde, aki kevésbé agresszív, vagy jobb trükköket tud alkalmazni egy vita során, tehát ott már nem fog azt számítani, hogy kinek van igaza. És ezenben a veszély, hogy amikor egy-egy ilyen úgymond szaktekintély, egy egyetemi ember megjelenik egy hülyeség mögött, akkor ott már nagyon-nagyon nehéz küzdeni, azt már nagyon nehéz visszafordítani. Aztán persze mindenre fény derül, ugyanaz az illető rendelkezik egy vállalkozással, ami parlagfű lekvárt készít. Tehát azért semmi nem önzetlenül megy ma már. Aki a parlagfűet védi, az bizonyos esetekben parlagfűből lekvárt is készít. És hát ilyen termék van bőven, ugye ezt mutattam már, ezt az Istenek eredetét, vagy eredelét. Aztán itt van ugye a Nobel-díjas molekula, az már megkapható étrendkiegészítőben is, sőt, amikor étrendkiegészítővé válik, akkor már azt is hozzá tudják írni, hogy ez a rákot is gyógyítja. Gyógyszerként csak maláriát gyógyít, de ha már ilyen termék készül belőle, akkor már egyebet is tud. És ez az a jelenség, amiről az előadás utolsó felében beszéltem, ami nagyon-nagyon ártalmas a gyógynövényeknek. Amikor a gyógynövényeket negatívan ítélik meg, akkor általában ezek a jelenségek azok, amik az emberek véleményét vezérlik. Tehát amikor ilyen hülyeségeket hall, lát az ember, meg gazemberségeket, akkor az a benyomása támadhat, hogy az egész gyógynövény ügy, ez egy nagy hülyeség, hát ebből csak ilyenek jönnek ki. Hagyni kéne ezt már, felejtsük el, és nem gondol arra, amiről az előadásom első felében beszéltem, hogy ezeknek a növényeknek a vizsgálata, hogyha van mögötte szakmaiság, szakértelem, és mondjuk nem a közvetlen haszonszerzés irányítja a kutatót,
de még hogyha gyár van, akkor engem az se érdekel, haszondat akar szerezni, csak tisztességesen csinálja. Tehát akkor van a baj, amikor csak a butaság van, csak a kuklásség van, és jelenleg sajnos Magyarországon azt kell, hogy mondjam, a gyógynövényekről általában ilyen hírekben, ilyen termékekben, ilyen reklámokban hallunk. Én remélem, hogy ez az este arra jó volt, hogy itt egy órában mondhattam egy kicsit mást is, nem egy oldalúvá szerettem volna tenni az egészet, mert én nem azért kapom a fizetésemet, hogy gyógynövényeket reklámozzak, én gyógynövényeket kutatok, és kutatást végezni elfoglalatlanság nélkül nem lehet. Tehát én nem abban vagyok érdekelt, hogy minél több pozitív dolgot kiderítsek és elmondjak, hanem abban, hogy az igazságot, ha lehet, kiderítsem és elmondjam. És végül csak azt tudom mondani, amit a mentorom Szendrey Kálmán professzor úr szokott mondani, hogy nem a disznó tehet a hamisított sonkáról, és ugyanígy nem a növények tehetnek arról, hogy ezekből a szerencsétlenekből ilyeneket csinálnak, hanem az emberek. Tehát nem a disznó, hanem a disznók, mondhatnám azt is. És végül szeretném köszönni a figyelmet, és bármilyen kérdés támadt, vagy nem tudom milyen beszélgetés lesz itt, szívesen válaszolok, ha tudok. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az lenne, Cser Gábor vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy milyen intézetek hitelesítését lehet hitelesnek elfogadni egy gyógynövény származékon, vagy tulajdonképpen származékon kivonatot tartalmazó gyógyhatású készítménynek. Van-e olyan intézet, akinek a logója rajta van az dobozon, az lesz hiteles, és az elfogadható, onnantól kezdve tudom, hogy ott nyilván nincsen valami trükk, hanem van egy csomó olyan termék, ami... Ha gyógyhatásról beszélünk, gondolom arról beszélünk, ugye? Mindegy, kapható a piacon egy rakás mindenféle gyógynövény jellegű, gyógynövény alapú termék. Mely az az intézet, aki hitelesíti azt a terméket, ami elfogadható, és nyilván van egy csomó, ami nincs hitelesítve, melyek azok, Magyarországon, aki hitelesít, az országos gyógyszerészeti és élelmiszerbiztonsági intézet, OGI rövidítése, ami az ő engedélyszámuk rajta van, az azt jelenti, hogy adott cigára hatásos, biztonságos és jó minőségű. Tehát ez a mi legfelső szint. Ez alatti szintek léteznek, de ott már minden, ami ez alatt van, ott nem garantált, hogy gyógyhatás is van. Tehát lehet egyébként jó minőségű termékeket találni, olyat, ami nem az OGI engedélyez, de ott már egyáltalán lehető biztosabb, hogy van gyógyhatás. Vannak ilyen különböző szakmai szervezetek, akik önkéntes alapon a saját érdekkörükbe tartozó termékeket bevizsgáltatják egy külső laboratóriumban, és elraknak egy bélyegzőt, hogy ez minősített termék, ilyenek vannak, de ezekben az esetekben mindig a garancia az csak a minőségre vonatkozik, tehát arra, hogy ez a termék jó minőségű, tehát hogy abban a növényből szakszerűen készül, de a gyógyhatásnak a garanciája az Magyarországon egyetlen egy dolog, hogy a gyógyszerészeti intézet engedélyezi. Minden más az nem ad garanciát arra, hogy ez tényleg gyógyhatást tud kiváltani. Köszönöm. Szívesen. Kérdezném, hogy említettem, hogy a cseresznyecsomóhoz, vízhajtogatáshoz, hogy kell bevenni? Hogy kell alkalmazni? Hát erről nem nagyon tudnék részleteket mondani, mert teaként alkalmazzák, akik alkalmazzák, de az, hogy ebből mennyit kell, és hogy tényleg van ilyen hatása, és hogy mennyire erős az a hatás, ezt nem tudom megmondani. Ez nem tartozik a nagyon vizsgált növények közé. Teaként isszák, akik isszák. Megy egyébként, meg cseresznyés is. Szkeptikus házasságtól Vizsgai János vagyok. Készült olyan statisztika ezekből a könyvekből, amiket ismerünk, hogy vannak benne állítások, ezeknek az állításoknak hány százaléka biztos jó, hány százaléka biztos rossz, és kb. Hány százaléka az, ami nem tudom. Nem, ilyen nincs. Tehát én szoktam ezeket a könyveket, az ilyen divatkönyveket, mint mondjuk a Mária Trében is nézegetni, olyan szempontból keresek
hát rossz példákat sajnos azokat lehet ezekben találni, de hivatalos statisztikát mi nem készítettük. Amivel viszont tényleg foglalkoztam ilyen szempontból, az sajnos a tankönyvek. Az általános iskolai tankönyveket kezdtem én el nézni abból az indítatásból, hogy a saját gyerekem, amikor kikérdezte tőle a leckét, akkor olyan dolgokat mondott gyógyműnyekről, hogy úgy fölkapta a fejem, mondom, ezt meg honnan? És akkor megmutatta a könyvben van benne. És ebből kiindulva átnéztem a biológia és kémia tankönyveket az általános iskolától a gimnáziumig. Erről készül majd egy anyag, ezt szeretném eljuttatni a illetékes, nem tudom én kikhez, majd lehet, hogy nem fogom megtalálni, hogy kihez kell eljuttatni, de például a tankönyveket ezt ilyen szempontból átnéztük. És nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy például a gyógynövényekkel kapcsolatban borzasztó torz információk vannak, olyan növényeket tanítatnak meg a gyerekekkel, amiknek nincs jelentősége, és olyan hatásokat tanítatnak meg velük, amik meg tévesek. Akkor innentől kezdve, amikor már a harmadikos gyereknek azt kell megtanulni, hogy ez a növény vértisztító, akkor utána nyilván felnőttként sokkal fogékonyabb lesz arra, hogy egy növény vértisztító. Benne van valahol az ő tudatában, vagy tudatalattiában, hiszen ő ezt az iskolában tanulta, harmadikos korában, utána felnőttként meggyőzni arról, hogy ez butaság, ez nagyon nehéz. Tehát nem a kérdésre válaszoltam, de köszönöm szépen. Már csak az is kérdéses, hogy mi az, hogy vértisztítás, de majd ez biztos lesz egy másik előadásban. Hát igen, ennek nincs értelme ennek a kifejezésnek, nagyon röviden. Igen. Én azért megkérdelek, hogy a Vénis arról a Jújú hölgyről mondd el azt a történetet, mert azt hiszem, hogy én is tudom, hogy szerintem hogy belefér, mert nincs ennyi kérdés, ja. Ez szerintem érdekes. Hát abban az az érdekes, hogy ő azért kezdett ezzel foglalkozni, nem mintha olyan nagy indítatása lett volna. A 60-as években Dél-Kínában nagyon sok embert érintett a malária, tehát ott ugye a mocsaras területeken szúnyogok nagy mennyiségben éltek, terjesztették a betegséget, tehát ez komoly probléma volt, ott tényleg nem 50 ember, meg 100 ember halt meg akkor, hanem ezrek haltak meg évente. És Mao Tse-tung létrehozott, ha jól tudom, ő volt, ki konkrétan kiadta az utasítást, hogy kell egy malária kutató csoportot létrehozni. 500 ember került abba a csoportba, ami a maláriának a növényi gyógyításával foglalkozott. Ez egy jó nagy szám, még Kínában is, sokan vannak, de azért 500 embert egy kutatásra állítani, ez egy szép szám. Volt egy hasonló csoport, aki meg szintetikus vegyületekkel foglalkozott, és több ezer növényi kivonatot vizsgáltak le, és körülbelül hasonló számú szintetikus vegyületet, és az első igazán hatásos növény ez az Artemisia annua nevű egynyári ürő volt, abból aztán gyorsan ez néhány évet jelentett, a hatalmat kinyerték, és ez gyógyszerként forgalomba is került. Először a kínaiak meg akarták tartani maguknak, tehát az első években ez csak náluk volt forgalomba, aztán hála Istennek ez kikerült a világ minden részére. És ma már az Artemisin, az annak ellenére, hogy idén adtak rá Nobel-díjat, önmagában már nem a legjelentősebb malária gyógyszer, viszont van egy egész család, ami ebből a vegyületből indult ki. Tehát ma a malária kezelés a fejlődő világban az Artemisinnek nagyon sokat köszönhetett, mert ez egy olyan szer volt, ami nem csak úgy hatásos, de olcsó is. Tehát a napi terápia az $1 alatt volt tartható, ami nem mindegy olyan területeken, ahol az alapvető gyógyszerekre is alig van pénz. És ami még a sztoriban érdekes, ezek a személyes vonatkozások, hogy a Jújú Tungnak a férjét abban az időszakban, amikor a kutatások elkezdődtek, kényszermunkára vitték, mert politikailag volt vele valami probléma, a felesége meg vezette ezt az intézetet. A gyereküket azt meg gyerekotthonba zárták, azért, hogy ne vonja el az anyának a figyelmét a munkától. Hát ilyen körülmények között ment akkor ott a munka. Az ember azt gondolná, hogy igazán nagy eredmények csak akkor születhetnek, főleg a tudományban, hogyha mondjuk a szabadság veszi körül az embert, és egy szabad légkörben dolgozik. Hát erre egy jelen példa ez. Én nem mondom azt, hogy ez egy hatékony dolog. Mindenesetre szerencséjük volt. És abban is szerencséje volt, hogy végül sikerült találni valamit, mert szerintem abban az időszakban lehet, hogy nem kapott volna kitüntetést, hogyha évek alatt nem produkál semmit. Tehát neki szerencséje volt. Egyébként
vitatott az ő jelentősége, hogy tényleg ő volt, én olvastam olyan cikket, hogy nem is ő volt ott a lényeg, de ő volt az, aki politikailag megbízhatónak tartottak, és mikor sikerre jutott a dolog, akkor őt jelölték ki, hogy na, akkor ő az, akire azt mondjuk, hogy a legfontosabb résztvevője. Mai napig most a Nobel díjtán is olvastam olyan írást, hogy nem is ő lett volna az igazi megérdemelt díjazott, hanem valaki más, egy másik kínlényé. Hát ezt mind nem tudjuk eldönteni. De ott volt, az biztos. Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy vannak a herbáriának, meg vannak ilyen mecsekte a keverékek is, hasonlók és állóiról, egy vizelethajtó, vesetisztító, stb. Ezek mennyire megbízhatóak? Jó kérdés. Ezek a telkeverékek általában ugyanegy gyógytermék kategóriában vannak forgalom, ami a gyógyszer szintnél alacsonyabban van, főleg a hatásosság szempontjából. A gyógytermék kategória ez egy ilyen magyar találmány volt a 80-as években, és azt a célt szolgálta, hogy ezek a gyógynövények, amik gyógyszerre valószínűleg nem fognak válni, mégiscsak elérhetőek legyenek egy megbízható minőségű termékben. Azt a kompromisszumot találták ki akkor a jogalkotók, hogy a hatásosságot nem kell feltétlenül emberen igazolni, elég, hogyha állatkísérlet van, vagy kevés humán ember végzett vizsgálat, de még az is elegendő, hogyha szakirodalmi adatokkal támasztják alá, hogy az adott összetétel hatásos. Ezek a telkeverékek jelentős részben úgy készültek, hogy semmiféle humán kipróbálás az adott összetétele nem volt, viszont ilyen népi gyógyászati adatok alapján azt mondták, hogy ha ezeket mi egybe összetesszük, akkor ez vizelethajtó lesz. Tehát ez a hatásnak az alapja, nincs mögötte humán vizsgálat. Viszont amivel mégiscsak pozitív, és mondható ezekről a telkeverékekről, az az, hogy a gyártásukat azt az OGYI, az a gyógyszerészeti intézet ellenőrzi, tehát a minőséghez kétség nem férhet, és ezeket úgy engedélyezték, hogy a biztonságosság is rendben legyen. Tehát ezek a gyógyterek között azért van olyan, aminek a hatásságról én magam sem vagyok nagyon meggyőződve, van olyan, ami egyébként rendben van, viszont egy pozitív volt el lehet mondani, legalább biztosan nem ártanak, és legalább, ha már rá van írva, hogy ez kutyabenge, kérgetbe az éppen nem nagyon van benne, tudom, szennalevelet, meg kamillát, meg édeskönyvét tartalmaz, akkor tényleg az van benne. Sajnos nem minden piacon lévő termékről mondható, hogy ugyanígy. Elnézést kérdezni, hogy én a valami termékkel hát nagyon nagy termék család, tehát én nagyon... Már a hatásossággal akarok. Hatásosság, hát ez a legegyszerűbb. Ezeknek gyógyhatása, bizonyító gyógyhatása nincsen. Köszönöm. Mivel ezek étrend kiegészítők, ezekről ilyen hatást igazolni nem kell, nem is igazoltak. Sehol szakirodalomban ennek nyoma nincsen, ilyen vizsgálatok nem készültek. De még ha lenne, akkor sem lehetne étrend kiegészítőként ezt hozzátenni. Tehát, hogyha lenne gyógyhatása, akkor nem lehetne étrend kiegészítő, hanem akkor majd gyógyszerként kéne forgalmazni. De ha meg szakmai oldalról nézem meg, hogy sokan mire fogyasztják, hogy mondjuk rákot gyógyít, meg ilyenek, még nyilván nem várható el ezektől. Tehát az a hatás, amit sokan ezektől várnak, az nyilvánvalóan nem létezik. Igen? Én az előző két kérdésnek az összegyúrásából szeretnék most egy harmadikat föltenni. Ugye én úgy tudom, hogy ma Magyarországon gyógyhatást állítani egy termékről akkor lehet, ha ez bizonyított. Ezzel azért egy kicsit szembe megy ez a herbária készítményes, hogy ja bocsánat, mert ugye nem gyógyhatást állítottak, gondolom. Hát gyógyhatást is állítottak. Van azok között olyan, ezek a gyógytermékek között valami kifejezetten gyógyhatást állít. Csak és ez egy igazolt gyógyhatás? Mert hogy éppen arról beszéltél előbb, hogy ezek nem feltétlenül vannak korrektül igazolva. Nem feltétlenül igazolt gyógyhatás, de ez a termék kategória, ez lezárult. Tehát van most 180 ilyen termék forgalomban, de újat nem lehet forgalomba hozni. Tehát ez egy konzervált termék kategória, amiben újabb belépő termékek nem lehetnek. Értem, tehát akkoriban volt egy kis ilyen. Labilus. Egyébként most megnyílt egy sokkal nagyobb ugyanilyen kapu, mint az Európai Unió nyitott meg. Úgy hívják, hogy hagyományos növényi gyógyszer. Ugyanilyen alapon, szakirodalmi adatok alapján lehet növényeket úgynevezett hagyományos gyógyszerként forgalomba hozni, anélkül,
hogy a hatásosságát kellene igazolni. Ez nem feltétlenül egy szerencsés dolog egyébként. De azon bizonyítani kell a szakirodalmat minimum 15 évvel, vagy még tovább. Igen, csak azt kell bizonyítani, hogy a szakirodalom alapján. Szakirodalom alapján, de a hatásosságot nem. Csak hát, azt, hogy erre használták. És hát, hogy erre használták. Egyébként igen. Igen, tehát az nem garancia, hogy arra... Nem garancia, hogy amit megvesz, tudok olyan, meg hatásos is lesz. Tudok olyan növényről, ami most kapott ilyen Európai Uniós monográfiát, amit egy görög szigeten használnak bizonyítottan egy adott célra, valamilyen kecskepásztorok vagy kicsodát, tehát egy nagyon elzárt népcsoport, viszont nagyon jól lehetett azt igazolni, hogy ők már legalább 30 éve ezt a növényt tényleg ebben az adagolásban erre a célra használják. Ez elegendő volt ahhoz, hogy ez a növény hagyományos növénygyógyszerre váljon. Nem vagyok meggyőződve abban, bár cáfolni is akarom, mert nem tudom, hogy az a fajta alkalmazás, ami egy földrajzilag nagyon körülírt kis helyen létezett, azt mondjuk általánosítható az egész Európára. És hogy van neki széles körű szakirodalmat, az másik kérdés. Hát igen, itt megint akkor az jön elő, hogy van az a nagyon szép magaslat, ahol most vagyunk, és akkor van a jogalkotás, meg a jogalkalmazás, ott meg mindig jön az, hogy lobby érdekek, egyebek. És most nem az ilyen összeesküvés elméletekről akarok én beszélni. Én ennek az Európai Gyógyszerügynökség gyógynői munkabizottságában dolgoztam éveken át. És azért az emberi tényező ott is ott van. Hogyha valaki nagy súlyú tagállamból érkezett, vagy sok barátja van, akkor sok mindent meg lehet szavazni. Tehát a világ az nem a szakirodalom alapján dől el, hanem igen. És ezekkel, hát ha nem is rémérek, de áll információ kellene, nem lehet fellépni? Hát, mégis most is ezt tesszük. Hát jó, ezt tesszük, de hát ugye valakinek mondjuk, mert mondjuk a diólevél az biztos nem hatékony a rákos megbetegedésre, a bőrrákba sem. Ez egy hamis állítás. Igen, ezt el kell mondani. Most, hogyha átvernek, akkor ugye a fogyasztóvédelemnek lépnie kéne. Hát lépnie kéne, a fogyasztóvédelem, arról is beszéltem volna, volt nekem is bejelentésen, ahol nagyon egyértelmű dologról volt szó. A fogyasztóvédelem is megállapította, hogy egy termékkel átverték a fogyasztókat, de az volt a döntésük vége, hogy mivel ezt ez a cég első ízben tette meg, ezért nem ítélték a tétbüntetésre. Tehát ilyen súlyú büntetések azért úgy nem tartják vissza. Hát ez egy sokkal szigorúbb szabályozás kéne, mert ha én egy gyógyszer, ilyen génélküli kapható gyógyszer csinálok egy plusz betegséget, tehát egy plusz alkalmazást, akkor milliókat várnak a cégre. Igen, csak nagyon kényes az egyensúly, mert hogyha ezek ellen nagyon határozottan lépnének föl, akkor az meg erősíteni a tábort. Tehát, hogyha valamiről az a benyomása keletkezik az embereknek, hogy hoppá, ezt be akarják tiltani a hatóságok, akkor rögtön, hogy hát akkor igen, akkor ez nekünk ez kell, és azért tiltják be, hogy nekünk ne legyen jó. Tehát ez nagyon kényes az egyensúly, és én ebben mindig azon az oldalon vagyok, hogy mondjuk el, amit el kell mondani, de ne erőszakoljuk rá az emberekre. Ha elkezdjük rájuk erőszakolni, akkor abból baj lesz. A probléma gyökerét meg ott lehetne kezelni, nem ez az utókövetés, és akkor jó nagyot vágunk a fejére, hanem legyen olyan jogszabály, ami nem engedi, hogy ide jussunk. Igen. Igen. Mint a homeopátia, szóval igen? Vagy az oltás ellenesség. Azt szeretném hozzátenni, hogy a gazdasági versenyhivatal azért darálgatja ezeket a dolgokat. Hát igen, de nagyon lassan. Hát kevesen vannak, akik ezzel foglalkoznak. Igen. És még egy problémát látok ott, hogy ha benyújt valaki egy ilyet, vagy hogy itt ezt vizsgálják meg, igen, akkor igazolni kell, hogy mekkora hatása van. És itt még szerintem még leginkább azt nézik, hogy hány tévéreklám, vagy ilyesmi, vagy újságreklám hányszor jelent meg, és ott mekkora értékben, stb. És így mérik föl, holott ma már azt kellene nézni, hogy fórumokon és egyéb ilyen internetes dolgokon, mert sokkal több embert elér, mint a média. Csak az a probléma, hogy egy gyártó az általában nem szokta közé tenni ezeket a hamis állításokat az oldalán, hanem a terjesztői, akiknek csinálnak ilyen workshopokat hétvégenként,
azok kezdik el a fórumokkal, és tehát nincs megfogható ember igazából. De azt mindenképpen el kéne érni, hogy ezek a hatóságok már jobban figyeljék azt, hogy az internetes fórumokon, tehát legalább ugyanen értékben, mint a téderek. Hát, hogy most szivatják a termékbemutatókat, tehát ugyanúgy kéne szivatni ezeket is. Nagyon nehéz, hogy az internet, bocsánat, egy ilyen közbeszorult, csak hogy én is ezzel elég sokat foglalkoztam, hogy pont elég bevett szokásnak tartom azt, hogy táplálék kiegészítőként terápiás javaslat nélkül forgalomba kerül, és emellett visszakövethetetlen helyeken az interneten terjesztik mellé a terápiás javaslatot. És nem összekapcsolható a kettő, mert egy külföldi weblapon van, ami magyar nyelvű, de nem Magyarországon van. Jó, hát igen. És a magyar jogalkotás, nem, vagy a magyar bűnöldözés... Persze, de az úgynapos már van joga letiltani a weblapot. És már el is tiltott, azt hiszem, ebben 8 vagy 10. Igen, volt nekünk egy esetünk, ahol egy honlapról rendeltünk egy fogyasztószert, kiderült, hogy hamis, bejelentettük a rendőrségnek, de akkor már ez gyógyszerhamisításnak minősült, ez már tavaly, vagy mikor volt. És akkor kaptunk egy értesítést egy idő után, hogy hát sajnos ez a weblap Marshall-szigeteken van bejegyezve, és a Marshall-szigetekkel nem tudom milyen egyezmény vagy mi nincs meg, és akkor ők nem tudnak eljárni. És akkor kész, és vegyek ki. De magyar, más lesz, nem véletlenül került oda, pontosan tudta, aki oda tette, hogy így nem fogják elérni. És nem a Marshall-szigeteken élő emberek nyelvén volt a honlap, hanem magyarul volt. Tehát nyilván nem őket célozta. Tessék? Azt szeretném kérdezni, hogy mint a drogériákban ilyen nagyon zavarba elterjedően sokféle gyógynövény teát lehet kapni, és hogyha az ember nem gyógyászati célból akarja ezeket fogyasztani, hanem csak egyszerűen szeretne egy kicsit egészségesebb lenni, meg szeretne egy kis teát inni, hogy akkor milyen alapon tud ezek között eligazolni, hogy mondjuk például ment a teát, hogyha csak élvezeti célból, akkor igazából mondhatnám azt, hogy mindegy, hogy mit, amit szeretünk, de azok közül kiválasztva, amiket gyakorlatilag élelmiszerként fogyasztanak már régóta. Tehát mondjuk a menta ez egy jó példa, annak vannak bizonyos gyógyhatásai, de egy átlag ember, akinek mondjuk nincs gyomorfekéje, vagy nincs mentolallergiája, az például menta tehet nyugodtan ihat. Vagy mondjuk csipkebogyó tehet nyugodtan ihat, ha azt szereti jobban. Vagy hársa tehet nyugodtan ihat, ha azt szereti, vagy bodza tehet. Tehát vannak ezek a, van ez a néhány tíz, vagy nem tudom mennyi olyan te, ami már annyira elterjedten használt, hogy szinte élelmiszernek is tekinthető, ezre a tartós használatra ezek a legjobbak. Tehát ott ilyen állandó fogyasztásra azok közül válaszunk, amiről igazolt, hogy akár napi fogyasztásnál sincsenek mellékhatásai. Minél erősebb hatású, minél speciálisabb hatású egy tea, annál nagyobb az esélye, hogy még akár teaként is tartósan fogyasztva gondokat okozhat. Tehát mondjuk egy Orbán szű teát nem javasolnék ilyen célra, de amiket mondtam, azok például jók lesznek. De adományzást javasolja senki, és mégis sokan használják élvezeti célra. Igen, de az gyógyszerrel ki. De egyébként erre meg csak még annyit tennék hozzá, hogy azért ezektől a teáktól az, hogy egészségesebbek legyünk, ilyet viszont ne várjunk. Miért egy csipke, hogy ott van, nem ezek egészségesek? Ott vannak benne a mindenféle cég, amit hát, egy kókány sokkal jobb, mint a kínál. Nyilván, annál jobb, főleg, hogyha mézet is teszünk bele, akkor még jobb, mert a méz az tényleg jó sok mindenre, nem mindenre, de sok mindenre jó, és a csipkebogyó is jó lehet, mert van benne valami C-vitamin, főleg, hogyha nem főzzük agyon. Tehát jók ezek, csak van limitje, hogy mit várhatunk egy ilyen teától. Én szeretem a teákat, nem ellenük beszélek, csak ne várjunk tőle, amit nem tud, de ezeket nyugodtan lehet tartósan. Zöld teát? Abszolút, az egy legészségesebb tea. Hát ott vannak adatok arra, hogy aki tartósan sok zöld teát iszik, azok bizonyos betegség ritkában fordulnak elő. Ez Japánban van, végeztek ilyen vizsgálatokat. Mondjuk azt azért tudni kell, hogy Japánban a sok zöld tea fogyasztás az ilyen másfél liter, és aki ivott már japán zöld teát, az tudja, hogy az a
látom készített löcsnek nem sok köze van hozzá, az irtótömény. Tehát ott az a polifenol mennyiség, amit ők elfogyasztanak, az nagyságrendileg több, mint amit egy magyar zöldtelfogyasztó elfogyaszt. Hát ez egy egészséges ital. De az, amikor azt gondoljuk, hogy majd a zöldtelvel megelőzzük a rákot, meg hasonlók, az nem biztos, hogy így meg fog történni. De egészséges, persze. Az utóbbi időben lehetett hallani a barackmag felhasználása, amit rágaelmes szerként reklámozták, és Magyarországon is volt már. Ez honnan indult az elképzelés volt, esetleg ezzel kapcsolatos kutatásról, amikor? Van egy amerikai ember, most a neve jut eszembe, aki ezt a B17 vitamin őrületet kitalálta. A barackmag mérgező, ezt már régóta tudják. Van benne cianogén glikozidok, amiből ha jó sokat megeszünk, akkor annyi hidrogén-cianid képződik a szervezetről, hogy az megmérgez minket. Tehát ezt tudták, én már gyerekkoromban nagyszüleim mondták, hogy mennyi sok barackmagot nem lehet. Eddig oké, de volt egy amerikai figura, aki kitalálta azt, hogy a barackmagban található egyik vegyülettel a rákot lehet gyógyítani, ebből hatalmas pénzeket kaszált, őt elkezdték az amerikai hatóságok üldözni, akkor átmegy Mexikóba, stb. De aztán végén még börtönben is ült, nem tudom most éppen hol van, de ő ezt az egész hülyeséget elindította. És ő azt mondta, ez volt az elmélet, hogy a barackmagban található anyagok, amit ő B17 vitaminnak nevezett ki, az azért jó, mert hogy a daganatos sejteket mérgezi, a normál sejteket nem, ezért hogyha jó a dózis, megfelelő a dózis, akkor a daganat elpusztul, mi meg nem. A rossz hír az, hogy ez így nem igaz, hogyha akkor tudunk daganat ellenes terápiát végezni barackmagban, hogyha mi is elpusztulunk. Tehát úgy, hogy csak az emberek, és mi ne, olyan nincs. Valami szakmabeli volt egyébként? Volt tekinti, hogy ezt mondta, vagy csak szintén a marketingé volt? Nem tudom. Most így, hogy ki is volt, mi volt az elmélete. Utána tudok nézni, ha érdekelni. Hát nyilván összekötötte, hogy sejtméreg, a sejtméreg akkor a daganatos sejtekkel, csak arról elfeledkezett, hogy az egészséges sejtre is hat, mint ahogy minden daganat ellenes szervén. És hát a szelektivitás a kérdés. Így van. A daganat ellenes szervén is általában az a cél. Tehát olyan cél jelenleg, tehát elméletben van, de a jelenlegi forgalomban lévő daganat ellenes szerek azok úgy hatnak, hogy mérgeznek azok mindent, de az a jó szer, ami jobban mérgező daganatot, mint az élőt. A barackmagnál ez a szelektivitás nincs még. Tehát ez mérgez az mindent. Okay. Kicsit más vizekre szeretnék elvezni, hogy létezik ez a hagyományos növénygyógyszer kategória. Tudjuk, hogy vannak a monográfiák, ennek alapján elkészülnek a termékek. Ezekben az esetekben a létezik-e a hatóság, vagy bármilyen, akár kutatói szempontból egy olyan odafigyelés, hogy ezeknek mi lesz a további sorsa. Tehát arra gondolok, hogy egy analóg folyamattal farmakovigilanciával, vagyis hogy akár a hatásossága vonatkozó, vagy a hatásosságot későbbiekben megkérdőjelező eseteknek a számbavétele, az orvosoknak a visszajelzéseit, hogy hogyan működik ez a növényi gyógyszerekkel ez a dolog. Sajnos egyáltalán nem tudomások szerintem, és azokról a tagállamokról, amiről én tudok, ilyen nincsen. Tulajdonképp szintén sem hallottam erről, pedig lenne értelme, mert az egy dolog, hogy egy ilyen nagyon, hát most nem azt mondom, hogy elvtelen, de valami olyasmi kompromisszum eredményeként létrejön ez a termékcsoport, de az egy kicsit tisztább tenni a helyzetet, ha legalább utólag követnék, hogy na és akkor ezekből mi az, ami beválik, mi az, ami jó. Mert a hagyományos növénygyógyszerek csoport is attól rossz szerintem, hogy A-tól az Z-ig minden ott van, azok között van egy csomó olyan növény, mint gyógyszer, ami tényleg rendben van. De vannak olyanok, amiről hát, majdnem garantáltan megmondanám, hogy nem jó semmire. Hát létrehozták megint egy olyan kategóriát, amiben van kiskutya, meg elefánt is. Ugyanez, mint a homeopátiás szerekről, mondom, ígérem nem beszélek, de azon is az az egyik nagy baj, hogy ott is van minden. Tehát van, amiben nincs semmi, van, amiben nagyon sok minden van. Egy kalap alá venni őket és úgy beszélni róluk, homeopátiai szerekről is, és ezekről is sajnos nem lehet. Törvényalkotók megint egy jó nagyot
Pakisztán. Még egy kérdés, ez egy kicsit mások. Említetted a homofilis, mint aljonosabb forrást, hogy tulajdonképpen melyik részében érhető tetten ez a vegyület? Ez a termésben és a termésnek is a héjában. A külső részében van sok. Egyébként néztük más részét, még a kérekben is van, tehát mindenhol van, csak... Mármint a fának a kérekben. A fának a kérekben is van, de mindenhol van, de a termés helyben van. Igen. A hatóanyag kutatásban mennyire irányzik, hogy egy növény egy hatóanyag, vagy vizsgálják, hogy egy növényben van 5-6 komponens, és ezek a közös hatásaival van. Ez úgy történik, hogyha van mondjuk egy növényi kivonat, akkor előállítanak egy hatóanyagot, akkor megpróbálják megnézni, hogy mondjuk a növényi kivonatnak 1 g-ja a hatásos, abban van 1 mg idézőles hatóanyag. Megnézik, hogy az 1 g tiszta, vagy az 1 mg tiszta hatóanyaggal ugyanazt el tudják érni, mint a kivonattal. Ha azt találják, hogy a hatás az kisebb, akkor elkezdik nézni, hogy akkor még mi lehet mellette. Tehát nagyon egyszerűsítő erről van szó. És ilyen alapban azért vannak sikertörténetek, tehát mondjuk például az Orbánczfű, ott voltak ilyen úgynevezett hatóanyag jelöltek, amikor valaki felfedezte, hogy ha Orbánczfűnek, akkor most a hipericin hatóanyagot. Aztán elkezdték megnézni, hogy azzal a mennyiséggel, ami benne van a hatásos kivonatban, lehet-e reprodukálni a hatásosságot, kiderült, hogy nem. Akkor kerestek tovább, és jelenleg ez az eset, ahol ott tartunk, hogy nem egy hatóanyag van, hanem több. Éppen ezért az Orbánczfűből úgy is készül a gyógyszer, hogy kivonatot készíteni belőle, és több anyagnak a mennyiségét garantálják, hogy az benne van. Tehát az, amire azt gondolják, hogy fontos hatás szempontjából, annak van egy tartománya, hogy ott kell legyen a termékben. Tehát van ilyen célzott kutatás, igen. A Mána nevét Málna levél az két célra van, az egyik az a hasmenés ellenes hatására jó, az nem kérdés. A másik hatás az meg a szülés megkönnyítése, legalábbis én erről tudok, és ezt világszerte használják. Én Magyarországon szembesültem nyilván, de amikor elkezdtem irodalmazni, akkor kiderült, hogy ez nem csak nálunk van, hanem Ausztráliában. És Ausztráliában végeztek vele olyan vizsgálatot, ahol terhesség, nem tudom, hogy hányadik hetén elkezdték itatni a nőkkel a málnalevél teát, és utána egészen a szülésig itta egy csoportjuk, meg volt egy kontrollcsoport. Nézték, hogy a szülésre ez van-e hatással, és azt tapasztalták, hogy statisztikailag ugyan szignifikáns módon rövidebb volt a szülésnek a lefolyása annak azoknál, akik itták a málnalevél teát, de a különbség az valami néhány perc. Tehát az, hogy mondjuk egy teljes szülés az akár több órán tart, és statisztikai kijön, hogy most nem emlékszem már pontosan, hogy 5 perc vagy 10 perc, azért az nem egy drámai hatás. Ezzel mi is foglalkoztunk, mi patkányokon néztük a málnalevél teának hatását, és ott azt láttuk, hogy méhízom összehúzó hatása van, tehát méhízom kontrakciót fokozó hatása van. Ez ugye azt jelenti, hogyha ez a hatás akkor alakul ki, amikor még nem kell szülni, az azzal a veszélye járhat, hogy koraszülést indukál. Én nem azt mondom, hogy veszélyes koraszülést előidéző hatása van, de a patkány kísérlet alapján ez a hatás nem zárható ki. És éppen ezért én, ha valaki megkérdezi tőlem, én azt szoktam mondani, hogy ez a viszonylagos előny, ami esetleg elérhető, az egyáltalán mérhető azzal a potenciális veszéllyel, ami viszont a koraszülésből adódhat. Éppen ma van a koraszülésnek a világnapja, hallgattam itt a rádióban errefelé történeteket. Hát ez egy komoly probléma. Tehát az, hogy a szülést esetleg, még ha tényleg néhány perccel örülíti, nem mérhető az a veszéllyel, amit a koraszülés előidézésével okozhat. És Magyarországon nagyon sok a koraszülés, tehát szerintem itt, amiről sejthetjük, hogy esetleg lehet szerepe a koraszülésben, azokkal előbeszélnék mindenki. Tehát mána ügyenek nincs értelmi szempontból. Azért, mert azt írják, hogy szülés előtt van kétszer, és szülés után olyan 2 hónapig inni. Igen, mondjuk ha nem tudjuk, hogy a hatás kialakulja, nem tudjuk, hogy ha elkezd inni a nő 6 héttel, akkor mondjuk már a második napon is fokozza a kontrakciót, vagy nem. Ezek mind olyan dolgok, amiket nem tudunk, és ez egy olyan terület szerintem, ahol az óvatosság azért legyen elsődleges. Tehát nincs értelme, tehát mondjuk, hogyha
6 héttel előbb születik meg egy gyerek, azért az elég nagy hátrányokkal indulhat az életben, amit kár szerintem kockáztatni. De mondja minden hasonlítónál kontraindikált a terhesség utolsó időszakáin. De ez hasonló és ellenes. Ez hasonló és ellenes? Cserzőnyokat tartó, az hasonló és ellenes. Hát ha hat a méhizomra, hogy abból mi az, ami a növényből hat, azt fogalmunk nincs, ezt senki nem tudja. Igen. Itt az utolsó dián nem volt teljesen világos nekem, hogy ez a flavin, amiben az az Artemisinin van, igen, hogy ez barlangfőből készül? Vagy pedig abból az ürömből, ami... Hát állítólag az ürömből készül, állítólag az egynyelvű ürömből készül. Mert ennek kellettően akkor nincs köze egymáshoz, csak a nevében. Ez a rokon, tehát ez ugyanabban a növénycsaládban tartozó növényekről van szó. Borfenyőrökön nem is annyira távoli rokonok. És akkor a parlafűben benne van ez a malária ellenes ható? Sajnos nincs. Mi ezt megnéztük. Nem, az lenne nagy szám, hogyha benne lenne. És akkor a parlafűet fel tudnak használni valamire, nincs benne a Artemisinin. Ez pont most egy hónapja nekiálltunk, hogy mikor kijött a Nobel-díjnak a hír, akkor valamelyiknek eszébe jutott, hogy vajon a parlafűben nincsen. De akkor ezt a flavint hogy hozták összefüggésbe a parlagfővel? Ja, azzal sehogy, ez a parlagfővel sehogy, ezt most csak én raktam fel egyáltalán, de sehogy. De ők azt mondták, hogy van ez az Artemisinin nevű gyógyszerhatóanyag, amiről egyébként vannak ilyen állatkísérletek, hogy daganatellenes hatása is van, tehát állatkísérlet szintjén ez már megy, de emberen még nem bizonyították, és ez a tény, hogy ezt sokak erről tudnak meg, hogy a kellőképpen ilyen, hát nem tudom, ezt mondhatjuk a gerilla marketingnek, de amit mondtál, hogy más honlapokon nem a forgalmazó, hanem más elmondja, hogy ez erre való, ez nehezen megfogható, viszont jól eladható maga a termék. Akkor félred, azt hittem el is a parlagfőben. Nem, rossz helyre raktam, nem kellett volna ezt a kettőt így bemosnunk valószínűleg. Igen. Ha megjelenik ez a tanulmány a tankönyvekről, akkor az hol lesz elérhető? Hát szerintem a saját blogomra fogom felrakni, de ezt majd úgy próbálom, hogy ne az én magánvéleményemként juttassam el, mert nyilván azt a legkönnyebb lesöpörni, hogy jaj, igen, rakok, ahol mérges volt, és itt egy levelet, nem ezt majd megpróbálom, megvan ez a, lehet, hogy pont ez a gyógynői szakosztályminek része vagyok, valamilyen hivatalos formában fogjuk ezt eljutatni, mert tényleg azt gondolom, hogy ez nem jó dolog, tehát nagyon nem jó dolog, amikor kisgyerekkorban már utaságokat elhintenek, de majd adunk ennek publicitást is. Mégis akkor az mindig felmerül bennem, hogy én ehhez értek, és kiszúrom a hibát, mi van a többivel? Hogy csak blogos erét mondd el, mert nem mindenki tudja szerintem. Ez a körpiszkáló blog. Szerintem maga a szó az, magát a szót azt én találtam ki, úgyhogy valószínűleg ezzel a keresőszóval rá lehet találni. Persze mondtam ezt is, mert Kötszurkálót, ezt meg latinul is találta ki, de az mégsem illet volna. Igen, volt neki egy könyve, Kötszurkáló. És azt az nem tett volna szép dolog, azt így elmondni, úgyhogy kicsit meghamisítottam. Igen? Könyv. Szerintem létezik. Amit én szoktam ajánlani, az a Zöld Patika című, nem tudom, hogy az valakinek megvan-e, ez egy német szerzőpárosnak a könyve. Azért jó, mert azon kívül, hogy vannak benne ilyen gyógynői leírások, van benne olyan része, ahol betegségek szerint veszi végig, hogy mire mit érdemes adni, és ráadásul ott azokra a dolgokra is kitér, amire én utaltam, hogy mondjuk adott betegségnél adott növényből teát érdemes, vagy inkább vegye meg kivonat formájában, tehát ott megvannak a nagyjából a határok is megvannak, vagy le vannak írva, hogy mit lehet elérni, mi várható egy növénytől, tehát hogy ne legyen túlzott várakozás, de mi az, ami reálisan várható, és milyen formában kell alkalmazni. Ez a Jörg Grünwald és Christoph Jenike szerzőpáros, nem rokonok, nem én adtam ki, úgyhogy nincs semmi anyag érdeke, ez egy jó könyv. Igen. Több országban használják a marihuánát, hogy ezt a célokra Magyarországon van esetleg ezek a kutatás vagy szakvélemény? Hát van egy szerv, amit használnak, illetve a hatóanyagokból több mindent is fejlesztenek, csak itt mindig összekeveredik az a rekreációs célú használat a gyógyhatással,
érdekes módon azok között találtak meg a legnagyobb támogatók, akik nem betegek, tehát nem a szklerózis multiplexeseket szoktam hallani, hogy felvonulnak, hogy legalizálják a marihuánát, hogy ezt a célra, pedig nekik például jó lenne. Vannak olyan végstádiumban lévő betegek, ahol a életminőség javítható. Csak mindig összekeveredik az, hogy ellenőrzött körülmények között valami konkrét célra használják ezt a növényt, vagy pedig csak azért, mert hogy jól érezzük magukat. Ezzel akkor bizonyította a hatást? Igen. Tehát gyógyszerként már vannak országok, ahol elérhető, de ahol igazán komolyan veszik a dolgot, ott nem a füvet osztják zacskóba, hanem ebből is léteznek normális, standardizált kivonatot tartalmú készítmények, ahol be lehet azt állítani, hogy mi ez a dózis, ami a hatást eléri, de nem a rekreációs célú használat valósul meg. Egyébként zárójelben teszem hozzá, hogy azok a betegek, akiknél tényleg ez indokolt, ott a visszaélés nem is igazán merül föl. Ugyanaz, mint a mondjuk a morfin, akinek morfint adnak, ugye a morfin az kábítószer is, de amikor valaki végstádiumú rákos, és neki a fájdalmat ezt csillapítja, ott már nem merül föl az, hogy visszaéle vele. Tehát itt ez keveredik sajnos nagyon sokszor főleg a médiában, hogy legyen legális a marihuána, hiszen gyógyszer. Hát szerintem meg nem ez a helyzet, mert az, aki egészségesként csak azért fogyasztja, mert hogy neki az jól esik, az nem biztos, hogy abból profitálni fog. Pont itt a tőlünk nem messze van a MTL Koki, ahol ez a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, ahol intézővel foglalkoznak marihuána hatásokkal, és az derül ki, hogy a tartós fogyasztás az agyban olyan féle átépüléshez vezethet, ami egyértelműen nem jó. Egy szklerózis multiplexes betegnek, vagy egy végstadium daganatos betegnél ez nem szempont. De mondjuk egy 15 éves gyerek, aki legálisan megkapna a marihuánát, mert hát az gyógyszer, már biztos, hogy nem előnyös. Az SM esetén milyen terápiás hatás várható? Tehát, hogy mire alkalmaznák az SM-ben? Mert én úgy tudom, hogy ez nem egy gyógyítható betegség. Nem. Általában itt nem ilyen nagyon kemény végpontokat szoktak nézni. Életminőségjavítás, és a szklerózis multiplexben sem azok, akik a betegség elején tartanak, akinél még nincsenek tünetek, hanem ottól már ez súlyos mozgáskorlátozottság, és már tényleg nagyon nehezített élet van, ott jó ez, tehát ez igazából életminőséget javít. De mind, melyik részén javít, azt tudjuk? Az, hogy éri meg a betegséget. Ja, tehát kedély állapot javít? Igen. Csak ez nem mindegy, hogy ugye az használja, aki 20 éves és éppen unatkozik és nincs egyéb dolga, vagy pedig az, akinek minden perc vagy óra szenvedés, és az ő életét könnyítjük, jobbítjuk meg. Ugyanaz, mint a morfin fájdalomcsillapító a Kényes kérdés. Hát legszívesebben azt mondom, hogy igen, de azért ezt nem tudom annyira határozottan mondani. Remélhetőleg. A kórházban dolgozom, tehát ott a gyógyszerész kollégámat megkérdezem, akkor ő például... Kellene, hogy tudjon, igen. A helyzet az annyiban bonyolult, hogy ez, amiről én beszéltem, ez a fitoterápia. Ez a tárgy, ez sokáig a magyarországi egyetemeken nem volt kötelező tárgy, volt, ahol igen, volt, ahol nem, de nem volt általánosan kötelező. Tehát van olyan korosztály, aki lehet, hogy erről is tanult. Tanult a gyógynövényekről, de arról tanult, hogy melyik növényben milyen hatóanyagok vannak, az hogy kell kimutatni, hogy néz ki a növény, de konkrétan a terápiás alkalmazásról nem sokat. Tehát függ attól, hogy ki hol végzett, ki mikor végzett, és aztán arról meg ne is beszéljük, hogy éppen hányas tanuló volt, éppen aludt előadáson, tehát elvárható lenne, hogy gyógyszerész tudjon. Én együtt, amikor esetleg egy beteg kérdezek, hát én átpasszoltam még ezt, hogy akkor a gyógyszerész kellene megkérdezni, mert én abszolút egyébként
Azt hozzátenném, hogy Szegeden most már az orvostól hallgatóknak is van fitoterápia pontja. Tehát a... Egy tantárgy? Igen, egy tantárgy, ami nem kötelező, de... Igen, csak erre 100-150 járnak, és mindig be is ülnek. Tehát ez egy olyan dolog, ami az orvosokat is érdekli. Nyilván ezt én oktatom nekik, és hasonló szemléletbe próbálom, mint ahogy itt is beszéltem, tehát nekem mondom, nem az a cél, hogy reklámozzam, és ott is nagyon sokszor azt mondom el, hogy ez a betegség, amire nem lehet gyógynői. Hogy ez az a gyógynői, amit csak erre szabad, de arra nem. Tehát ez a tudás remélhetőleg egy idő után, ez évtizedeket jelent, az átlag orvosnak is rendelkezésre fog állni. Mert én mind abszolút nem merek ezzel kapcsolatban nekik, mert ugye ezeket a, nem tudom, ilyen epehajtó, meg ilyen teákat szokták nekem mondani, mert most nem mondom, hogy én nem tudom, hogy az epehajtó, de a végek hajtja az epé, de mondjuk nem javasolnál meg akut ebben olyan gyulladásos betegnek, hogy esetleg az apró köreit azt hajtsuk ki, hogy még egy epeófia elzáródása is legyen mondjuk, mert én abszolút nem értek hozzá, de mondjuk én ugye ezt gondolnám vele, és én így át szoktam ezt megosszolni. Meg hogyha nekem van, hogy én is hiszek így egy-két dologban, vagy amiket én esetleg hallottam gyógynövényekkel kapcsolatban, azt szeretem gyógyszerésztől megkérdezni, hát nem mindig adnak rá, mert hát ki lehet próbálni, hogy tudom, miért jelleget. Mindig jó válasz. Olyan, mint amikor a kockázatokra és meghatásokra kérdezenek orvosság gyógyszerészét, és az orvos gyógyszerész körülbelül ugyanannyit tud erről, mint a beteg. Mert ahogy nincs információ neki sem, ez előbb fontos. Jó, nem, hát az alkalmazási előírást elolvassa az orvos meg a gyógyszerész, azért valami képe kell, hogy legyen. Hát kell, hogy legyen, de van, hogy amikor itt ilyet írnak bele, hogy egyéni megfontolást igényel, akkor az orvos se tud valamit kezdeni sajnos. Tehát valamikor az alkalmazás előírat is arra jó, hogy jogilag mindenki védi magát, és akkor ott van a végén valaki, akinek dönteni kell. Igen. De hát ahogy mindannyian mások vagyunk, másképp nézünk ki, másképp reagálunk, és gyógyszere is. Igen. Nem csak a mögöttem lévő nekem jövő altúzom. Na, hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a türelmet, kibírták. Meleg is lett a végére. Jó. Úgyhogy köszönjük!